képviselő testület mai ülése az egy napi rendet tartalmaz, közmeghallgatást, de formailag ez egy testületi ülés, úgyhogy meg kell állapítsam a határozat képességet. Ritter Gergely és Tóth Ferenc vannak igazoltan távol, tehát 15 főből 13 képviselő jelen van, ezzel a képviselőtestület határozat képes, és az ülést megnyitom. A közmeghallgatásnak két része van. Az elsőben nekem van egy kötelezettségem, nevezetesen az, hogy beszámoljak a képviselőtestület, illetve az önkormányzat előző időszakban lévő munkájáról, és ezt követően van lehetőség arra, hogy a jelenlévők az észrevételeiket, javaslataikat, a kérdéseiket megfogalmazzák. Ugye a közmeghallgatásnak azért van egy rendje, amit egy rendelet tartalmaz, ennek egy-két részletét ismertetem. Az egyik az a keretet határozzam meg, az időkeretet, tehát 17 órától maximum 21 óráig tarthat a közmeghallgatás. A hozzászólások időtartamát, amennyiben úgy alakul a témáktól függően és a résztvevőktől függően, a képviselőtestület korlátozhatja, illetve a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokra, kérdésekre az ülés vezetője vagy az általa megjelölt tanácskozási joggal rendelkező személy válaszol, és ugye itt ez nem azt jelenti, szó szerint így szerepel a rendeletben, a hozzászóló részéről viszont válasznak nincs helye, szóbeli válasz hiányában 15 napon belül írásban köteles a hivatal válaszolni, tehát ezek azok a rendeleti részek, amik azért alapvetően meghatározzák azt a keretet, hogy a közmeghallgatás során el kell járjunk. 2014-18-as időszak, természetesen nem fogok azért minden egyes részletek kiterjedően 4 évet ismertetni, mert az elég hosszú lenne, de azt a keretet nyilvánvalóan be kell mutassam, ami a képviselőtestület feladatainak a végrehajtása során mint egy feltétel rendszer rendelkezésünkre áll. Hát az utóbbi 2 év, pontosabban a 2017-es és a 2018-as év az a város szempontjából nem fog az aranykor időszakába beíródni, hiszen az állammal perben vagyunk, emiatt a két, és mind a kettő kettes számjegyel kezdődik, de milliárdot jelent elvonás miatt, ami azt jelenti, hogy 2,1, illetve 2,3 milliárd forintot vonnak el az önkormányzattól, és ez azért jelent problémát. Magyarországon azt hiszem az egyetlen olyan település van, és ez Budaörs, egyetlen egy olyan település van, amelyik egyetlen forint állami támogatást nem kap, de még a saját bevételeiből is, amit egyébként az alaptörvény, illetve még az önkormányzati törvény és az önkormányzati európai karta is véd, abból elvonnak, ezért vannak még jogvitáink. De hiába van jogvita, ez a pénz nyilván nem tud rendelkezésre állni, ezért a finanszírozásnál majd a számok fogják mutatni, vannak olyan gondok, amiket kezelnünk kell. Ja, az sem segített túl sokat, hogy a járásközpont kialakításánál egy számos olyan hatáskör, ideértve az építéshatósági ügyeket, amely így most már 5 helyen kell intézni, Budakeszire került, és ezzel nem Budakeszit szeretném bántani, nagyon jó az együttműködésünk, hanem egyszerűen azt a problémát, hogy akinek Budaörsön van elintézni valója, ez nyilván nem annyira szerencsés, hogyha ezt más településen kell intéznie. Szintén nem érintette jól az ellátó rendszerünket az, hogy az oktatást, amelyet mi kiemelt ágazatként kezeltünk az elmúlt 4 évben, már csak azért is, mert hát ugye a gyerekeinkről van szó, azt szoktuk mondani, hogy ez a legszemélyesebb közügy, és ezért nagyon komoly összegeket fordítottunk, és figyelmet arra, hogy az iskoláink az országban kiemelkedő szolgáltatást nyújtsanak. Ez azért még nagyjából így van, hozzátéve azt, hogy azzal, hogy már nem csak fenntartói nem vagyunk, de működtetői sem, tehát az épületekkel kapcsolatos feladatokat sem láthatjuk el, hiába van, mint tulajdonos az önkormányzat, ezek mögött, az intézmények mögött a tulajdonosi jogainkat elvonták. Ebből az következik, hogy azokat a forrásokat, amelyeket mi eddig az épületek állagára, felújításokra fordítottunk, hát azt nem feltétlenül kapják meg ezek az iskolák, és akkor udvariasan fogalmaztam. A műszaki ügyosztály vezető úr a nyár végén meglepve írta nekem, hogy ő is meglepődött, amikor összesítette az adatokat, hogy mennyire nem, vagy mennyire kevés az, ami felújításra fordítódott.
És ami a legújabb történet, ezzel kapcsolatban sajnos elég sok bejelentés érkezik hozzánk, a lakók nem pontosan értik, hogy mi történik a szemétszállítással, bár aki egy kicsit a közügyek iránt érdeklődik, azt tudja jól, hogy nem budaörsi problémáról van szó, országos probléma. Ugye az bevezették először a szemétszállítás számlázásának a központosítását, mi ugye Nemzeti Kuka Holdingnak nevezzük ezt az NHKV rövidítésű szervezetet, ahol rengeteg probléma áll, vagy rengeteg probléma keletkezett, a számlázást nem, vagy rosszul végzik, ennek következtében késve érkeznek a számlák, egyébként pedig az önkormányzati gazdálkodó cégeket belekényszerítették különböző társulásokba, a finanszírozás ellehetetlenült, ettől vagy ebből következően, amikor a BTG, amely korábban végezte ezt a feladatot, 100 milliós kintlévőségét már nem tudta kezelni, így az érdi szolgáltató az, aki ezt a feladatot most ellátja, az ő finanszírozásuk sem mindig kiegyensúlyozott. A különböző hatósági ügyek is elkerültek a várostól, ezzel együtt majd lesz egy olyan oldal, ahol azért beszélek arról, hogy hogyan próbáljuk kezelni azt, hogy a hatósági ügyeket, amelyek szociális ellátást jelentenek, alapvetően próbáljuk kezelni, hiszen ki tudna jobban a rászorultakon segíteni, mint az adott településnek az önkormányzata. És egyébként igyekszünk mindenféle olyan megoldást bevezetni itt is, ami például a gyerekjogi intézmény esetében a Hintalovon Alapítvány egy olyan kezdeményezés, amit nem nagyon alkalmaznak máshogy, ugye azért a családon belüli erőszak, illetve annak a látenciája, a kiszolgáltatott gyerekek helyzete, az egy olyan jelentős probléma ma Magyarországon, amivel kapcsolatban szeretnénk megoldásokat találni. Hogyan alakul a település lakos vállalkozásainak a száma, mert ugye mit lehet akkor tenni, amikor az anyagi helyzet az nehézé teszi az önkormányzatnak a működését, hiszen semmi másból nem tudjuk a települést működtetni, mint azokból a bevételekből, amelyek az itt lévő gazdálkodó cégektől származnak. Az szerencsére látható, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ezek a vállalkozások növekedjenek, és minél több adóra tudjunk szert tenni. Látszik az, hogy az elmúlt időszakban is ez a trend, ami a vállalkozások számában látható, azaz a növekedés, ez nyomon követhető, hála Istennek egy elég határozott jelleggel, határozott görbével. A bevételeinkről néhány szó. Gyakorlatilag az látható, hogy az önkormányzat bevételeinek a gerincét a helyi adók biztosítják. Ezt korábban még minimális állami támogatás megerősítette, ma már ezzel nem tudunk számolni, illetve pénzmaradványok és hitelfelvétel az, amiben gazdálkodni tudunk, de az látszik, hogy azért a válságot követő időszakban nem tudjuk dinamizálni, tehát ezt nem tudjuk növelni, itt nincs az a növekedési ütem, ami a lakosszám növekedésnél tapasztalható. Ez pedig problémát jelent abból a szempontból, hogy a növekedő lakosszám természetesen növekedő ellátási igényt, oktatási, szociális és egyéb feladatot jelent, ezért ezekhez nekünk eszközöket kell találni. Hogyan néz ki a bevétel struktúrája, mert ahogy mondtam, gyakorlatilag a város az itt működő cégek és egyéb tevékenységek adó nemeiből szerzi a forrását, és ebből is a legmagasabb természetesen az iparűzési adó, a 7 milliárd forintot is meghaladja. Az építményadó és a telekadó jelent még jelentős tételt, és hát vannak kisebb bevételek, itt a bírság, pótlék és a gépjármű adó említhető meg. Ezek azok, amik gyakorlatilag amikkel az önkormányzat számolni tud a jövőben, és ezeket fogunk igyekezni növelni annak érdekében, hogy a kiadásainkat fedezni tudjuk. Látható az, hogy a kiadásoknál is egy visszafogott ütem látható, pontosan abból adódóan, hogy nem tudjuk növelni, nem tudjuk dinamizálni a bevételeket, ezért nagyon észnél kell lennünk a kiadások tekintetében. Mindenféle forrást meg kell próbálnunk bevonni a fejlesztések érdekében, hiszen vannak olyan kötelező feladataink, amikhez szükséges, akár hitelfelvétel, akár pályázati rész, de erről is majd egy másik képen fogok néhány szót mondani. A fejlesztési kiadásaink azzal együtt, hogy nehéz a helyzet, látható, hogy mindegyik évben, az elmúlt 4-5 évben is
2 milliárd forint körüli, vagy azt meghaladó fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, hogy ezek körülbelül mit jelentenek, az is hamarosan kiderül. Tehát a lakó népesség, ahogy erről már említettem korábban, hogy ez az, amelyik a kihívást is jelenti. Egy olyan település, ami népszerű, ahova sokan jönnek ki, ahol az ingatlanárak dinamikusan növekszenek. Ennek ellenére egyre többen vannak, vagy nagyon sokan vannak, akik még mindig a fővárosból a kitelepülés mellett döntenek, és látható az, hogy átléptük a 30 ezres küszöböt, ami azt jelenti, hogy a rendszerváltás óta nagyjából megkétszereződött a település lakosszáma. Ez azért egy komoly kihívást jelent az intézmények szempontjából, amelyeknek a felújítása, bővítése azért a látható, itt is látható képeken nagyon komoly forrásokat igényelt, de ezekkel meg tudtunk birkózni, mind az óvodai férőhelyek, mind az iskolák tekintetében, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezen intézmények olyan színvonalúak, amik azért a magyarországi átlagot jelentősen meghaladják. Sok esetben azt is mondhatjuk, hogy az európai átlagot is elérik, és egy mai, vagy nemrégiben közzétett hír, de mindenképpen egy héten belüli, hogy például a szakgimnáziumok kategóriájában az I.S. Gyula gimnázium és közgazdasági szakgimnázium az első helyen végzett. Ez azért azt mutatja, hogy az itteni oktatási intézmények elég jó munkát végeznek. Megújult más, sok más intézmény is, ideértve a művelődési házat, ami ugye egy színházat is jelent, vagy éppen a régi posta épületet, ami egy kulturális centrummá kezd kialakulni, a tűzoltóság is bővült jelentősen, és a könyvtár is megújult az elmúlt évben, az elmúlt években, mint ahogy a nyugdíjas klubok számára is olyan helyet biztosítunk, ami valamennyi civil, ilyen az idős civil szervezetek számára kulturált lehetőséget biztosít, rendezvények, klubfoglalkozások és az igényeik, bármilyen jellegű igényüknek a biztosításához. Természetesen az Uszoda Sportcsarnok egy olyan létesítmény, amit nagyon sokan vesznek igénybe, legyen szó tömegsportról, vagy élsportról, vagy éppen csak a nyári időszakban a strandrészekről, úgyhogy ezeket is igyekszünk az igényeknek megfelelően és a lehetőségeinkhez mérten fejleszteni. Szintén itt kell elmondani, hogy nagyon sok pályázaton, de erről is majd lesz egy külön adat, hogy az elmúlt időszakban mennyi ilyen forrást tudtunk bevonni. Újult meg, sok út, közművek alakultak ki olyan helyeken a régi városrészen, ahol ez már nagyon indokolt volt. És a környezetvédelmi szempontok is nagyon fontosak a önkormányzat működésében. Ez egy olyan terület, a szennyvízkezelés, ahol most már több mint egy évtizedes, lassan kettő, amióta ezt kezdeményeztük a környező települések, illetve a főváros felé, hogy a szennyvíz elhelyezés úgy valósuljon meg, hogy ne terhelje a városon áthaladó hosszúréti patakot, tehát nem csak, hogy a tisztított szennyvíz nem kerül a élővízfolyásba, hanem a szennyvíz egy modern átemelő rendszeren keresztül az új csepeli szennyvíztisztító telepre kerül, az ott megtisztított szennyvíz pedig közvetlenül a Dunába. Ez azt jelenti, hogy a település, ugye különösen a Kamaraerdei rész egy olyan élővízfolyás mellett helyezkedik el, amit innentől kezdve azért egy 30 ezres település szennyvíze már nem terhel a jövőben. Megújultak az épületek és a parkok, sok játszóudvar, kutyafuttató jött létre, ezek izgalmas körülmények között alakultak ki, sok vita volt, de mára inkább oda jutottunk el, hogy sokan azt nehezményezik, hogyha már ezt megvalósítottuk, akkor figyeljünk arra oda, hogy póráz nélkül ne kelljen senki másnak attól félni, hogy a pólyáz nélkül sétáltatott kutyák miatt esetleg kényelmetlenség adódik, úgyhogy erre igyekszünk a jövőbe odafigyelni. Az utóbbi időben elég sok ilyen jellegű panasz volt. Én azt remélem, hogy mindent a megfelelő helyen, tehát a kutyafuttatókat fogják a jövőben erre használni, és hogy ezek a szabadidőparkok mind a sportolási, mind pedig a pihenési, kikapcsolódási lehetőségeket biztosítják, ugyanúgy, ahogy az új kulturális helyek a többi mellett, mert ugye esett más szó színházról, művelődési házról, de például a régi postaépület megújításáról is beszéltünk, aminek új funkciói is vannak. Ugye a posztát már a városban, mint kulturális szereplő régóta jelen van, néhány éve, de
a Baptér, ami a gimnáziumhoz kapcsolódó animációs bázist jelenti, szintén ilyen jellegű célt szolgál, és hát, ha már itt tartunk, akkor azt is jelzem, hogy rövidesen, most a pontos dátumot nem tudom megmondani, szeptember hanyadikán kezdődik? Október 27, bocsánat, a szeptember már elmúlt, október 27-én kezdődik tehát a Primanima, ami egy nemzetközi animációs fesztivál, és ha már az új kulturális helyekről beszélünk, akkor ugye az Icsi Majorban, az Icsi Kávézó, illetve ugye a 20-40 fiatal építészek, illetve a Budaörsi Művészek Egyesülete által működtetett Zsicsi Majorban egy új olyan tér jött létre, amit sokan nagyon kedvelnek, nem csak az ottani ételek, italok vagy kávé okán, hanem a kulturális rendezvények miatt is. Egy új sportlétesítményt adtunk át a napokban, itt összefogva az Aramisesével, a gimnáziummal, illetve az MLS-szel részben önkormányzati finanszírozásból, részben TAO pénzből valósult meg az új többfunkciós futszárcsarnok, ami napközben a gimnázium számára biztosít lehetőséget, aztán a BDS-et, tehát a Diák Sport Egyesület lehetőségeit is biztosítja, illetve természetesen a futszál számára jelent egy új otthont. Budaörsön a energiatakarékos közvilágítás nem úgy valósult meg, ahogy ország jelentős részében, ahol is elég furcsa módon előre kifizetve, és hát sajátságos pályázatok útján, amiből ugye aztán uniós vizsgálatok is lettek, valósultak meg a közvilágítás modernizációs lépései, hanem mi egy olyan konstrukcióban valósítottuk ezt meg, ahol a megtakarításból, tehát amit megtakarítunk az energiából, azzal törlesztjük, és nem fizettük ki előre a rendszert. Ugyanakkor a 63%-os energia megtakarítás, 63%-os felesleges energia elfogyasztást, azaz környezetbarát megoldást jelent, lehet így is egy ilyen fejlesztést megvalósítani. Nagyon sok és nagyon fontos település fejlesztési dokumentum valósult meg, ezeket részletesen mindegyiket nyilván nem fogom ismertetni. Ezeknek az elkészítésénél, mind a négy lépcsőnél jelentős, tehát természetesen az előkészítésnél a lakossági véleményezési eljárás is hosszadalmas volt, igyekeztünk mindenféle észrevételt becsatornázni, és remélem, hogy ezek a megszületett dokumentumok fogják tudni azt biztosítani, hogy közép és hosszú távon a településnek a fejlesztése meg tudjon valósulni. És akkor említettem azt, hogy igyekszünk mindenféle forrást megpróbálni bevonni, ilyenek a pályázati pénzek is. Ebből az elmúlt időszakban 878 millió forintot sikerült megnyerni, amihez nyilván önkormányzati rész is társult, és akkor, ahogy már említettem, így valósult meg a Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre, ebben a bizonyos BKISZ, tehát a Budapesttel együtt komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt, aminek a keretében 8 utca csatorna hálózatának a rekonstrukciója is megvalósult. Pályáztunk energiakorszerűsítésre, ez is azért zöld beruházás, vagyis annak érdekében végeztük el, hogy egyfelől gazdaságosabb, olcsóbb működés legyen, másfelől kevesebb energia felhasználás. Megvalósultak utak, a Heimat Múzeum felépítése, és ugye a kisebb összegekről is beszélünk éppen ennek a utcának, ahol a Városháza áll, illetve a térnek az elnevezésére, ugye az 56-os büszkeségpont pályázaton nyertünk el forrást. És akkor ugye említettem az bevezetőben, hogy a szociális ellátó rendszer törvényi szabályozása azoknak a településeknek, ahol nincs megfelelő anyagi forrás, nagyon nehéz problémát okoz, nem nagyon tudnak úgy helytállni, mint ahogy mi igyekszünk. Mi 20-féle támogatási rendszert tartunk fenn annak érdekében, hogy tényleg bármilyen módon rászorult valaki tudjunk nekik biztosítani lehetőséget. Ezen belül az idősek rászorultak nyaraltatására vagy digitális képzésére is fordítunk energiát, és természetesen a szünidei étkeztetés a rászoruló gyermekeknek szintén biztosított, és hát arról már beszéltem, hogy új szolgáltatásként vezettük be a gyermekjogi fogadóórát a Hintalovon alapítvánnyal együttműködve. És akkor végül arról a, nem tudom, hogy mindenki számára ismert, de akkor most elmondom azoknak, akiknek esetleg a jövőben napközben nincs idejük
valamilyen ügyet elintézni, hogy a Segít a Hivatal nevű szolgáltatásunk az nagyon, nagyon kedvelt dolog. Munkaidőn túl interaktív módon lehet elérni kollégákat, és ügyeket elintézni, vagy legalábbis az elintézésüket kezdeményezni. Ez mindenképpen segíti és gyorsítja azt, hogy hogyan tud valaki egy-egy ügyet viszonylag gyorsan és hatékonyan megoldani. Hogy milyen módon ismerték el a hivatal munkáját az elmúlt időszakban, 2014-ben Befogadó Magyar Település címet nyert el a település, kerékpáros barát település lettünk 2 évben és 14-ben és 15-ben. A fenntartható városdíjat 2014-ben nyertük el, Városmarketing Gyémánt díjat 2015-ben, gyermekbarát települést az UNICEF-től az elmúlt évben kaptuk, illetve a legjobb önkormányzati gyakorlatok programjának első díját 2017-ben szintén, illetve humanitárius települési díjat kaptunk 17-ben és 18-ban is, és egészen friss éppen tegnap kaptam levelet a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől, hogy idén a város elnyerte a családbarát önkormányzat címet is. Én remélem, hogy mindazok, akik ezen szolgáltatásokban részesültek, szintén úgy érzik, hogy ezek az elismerések az ő általuk igénybe vett szolgáltatások minőségén is lemérhetőek, mint ahogy a különböző felmérések azt mutatják, hogy azokon a területeken, ahol korábban nagyon erősen hiányt éreztek, nevezetesen a szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek, ezekben nagyon jelentős elmozdulás történt az elégedettség területén, mindegyiknél látható, hogy szignifikáns a növekedés, ahogyan időben haladunk előre. És az, hogy az elmúlt évben hogyan értékelik, ugye nagyon sok mutatót vizsgáltunk, természetesen ez csak egy olyan kérdés, amit föltettünk, hogy hogyan viszonyul a saját településéhez, akiket megkérdeztek, ez egy nagy minta volt, 80%-uk nagyon szeret, 19%-uk szeret Budaörsön élni, és összesen 1% az, aki nem szeret. Hozzáteszem, és ugye zárójelben szerepel, hogy jelentős elmozdulás volt a 2015-ös adathoz, akkor 67% volt az, aki nagyon szeret, 32%, aki szeret. Tehát a szeret és nagyon szeret kategórián belül is jelentős volt az átrendeződés a nagyon szeret irányába. Kovács Attila vagyok. Attila, bocsánat. Ősz utca 19-ből 10 éve voltam utoljára ilyen meghallgatáson. Azóta a frankhegyekkel kapcsolatos problémák zömében azok hangzottak el, amit a televízión néztem. Szeretnék először is jóval kezdeni, hogy megdicsérjem polgármester urat, alpolgármester utat és az egész testületet, hogy sportváros lettünk. A második pontom a Csillag utca és a Budapesti út sarkán van az a régi emlékműnek a helyén az a kis park. Igen. Mellette épült egy óvodaszerű intézmény, és szeretném, hogyha a Sánta Áron, arra talán nem is járt soha a Csillag utcában, mert mindig, amikor kellett egy kátyút megcsinálni, akkor rögtön másnap meg is csinálták, de most sajnos a Tóth Ferenc úr sincsen, dr. Tóth Ferenc úr sincsen itt, és szerette volna, hogyha bejárná a körzetet, hogy mi a probléma. Tehát az egyik probléma az, hogy az óvodánál ott a parkoló, nincs semmi parkoló, félek, hogy egyszer egy autót le fog zuhanni, mert ott állnak a gyepen. Tehát ezt most ott épül egy sarkon egy épület. Ott meg lehetne oldani egy kis erősítést, vagy valamit, amit az építész szakág megnézni. Borzasztó. A másik az, hogy az úton, iskola felé menve, hát majdnem elgázolnak mindig, mert ott nincs járda. Kitenni egy 30-as táblát, vagy ellenőrizni, hogy ezek némelyikkor a szülők úgy mennek ott le, hogy katasztrófa. Tehát ez nagyon lényeges dolog. A másik, hogy a Szegfi utca és a Csillag utca között van egy ilyen átjáró kis, nem tudom minek nevezett út, aki senki nem takarítja, olyan koszos, hogy fantasztikus, a másik meg az, hogy nincs közvilágítás.
Hát most már ugye 6-kor se lehet már arra menni, majd 7-kor, mert olyan sötét az a kis utca. Valami megoldást kéne találni. A legszomorúbb az, a következő, be fogom fejezni rögtön, ha a budapesti utat nézem, a Patika környéke, és az a sok vállalkozó, akik ott vannak, mind a két oldal olyan szemetes, hogy az kriminális. Sokszor járok gyalog, és mondjuk itt a fő terület, a lakóterület, ott mindenki tisztálja, vagy megrendeteszi a kerületnek a tisztaságát. Én szégyellem magam az, hogy a mi utcánkban rend van, de a főúton sajnos nagyon piszkos, állandó eldobott konzervekkel kapcsolatban. Néha én látom, akkor fölveszem és bedobom a busz megállónál, de hát azt is látja az ember, hogy néha tényleg azt se takarítják. Tehát már szatyorba teszik oda a konzervdobozokat a szemetesbe, ami nem szabadna. Úgy látszik, nincsen kukája és egyéb dolog. Tehát itt szeretném, hogyha ezt a szemetelést, és büszke legyek Budaörsre, mert 12 éve lakunk itt. Azt azért elmondom, hogy nyilván nem véletlen, hogy a sportot emeltet ki, mert számtalanszor láthatunk asztali teniszbíróként Budaörsön, és mint budaörsi nyilván nehéz lehet bírónak lenni, amikor a mi csapatunk játszik, de nem szoktál részrehajró lenni, viszont sok sikert lehet ezzel kapcsolatban, és jogos, hogy ezt lehet, hogy ki kellett volna emelni, de annyi sportág van, hogy egész sokáig kellett volna sorolni. Én köszönöm szépen, nem baj, hogy nincs itt most éppen annak a területnek a képviselő, aki mindig itt szokott lenne a testületülésen, de most olyan problémája adódott, ami miatt nem tud itt lenni, hiszen a műszaki ügyosztályvezető úr itt van, följegyezte ezeket a dolgokat, és meg fogják együtt majd nézni a Tiborral, már hogy a nem a Tiborral, hanem a képviselővel, a Ferivel. Viszont amit a szemetelésre mondtál, azt én szeretném megerősíteni, és eléggé szomorúan tapasztalom én is, hogy hát én szívesen mondanám azt, hogy ez csak az átutazók meg, akik rajtunk keresztül mennek, azok csinálják, de nyilván nem így van. Szóval egyre inkább tapasztalom azt, hogy míg a kis utcákban a ingatlan tulajdonosok figyelnek arra, hogy a portájuk előtt rend legyen, tudják azt, hogy az útig, elvileg az úttengeig, de a patkáig mindenképpen az ő kötelezettségük. A főúton sajnos ez hát... Nem így szokott lenni, magam is láttam olyat, amikor autóból dobálnak ki ilyen dolgokat, hát ez egészen elképesztő. Szeretném kérni azért, hogy az ingatlan tulajdonosok is segítsenek ebben, de nyilván a BTG-t is kérjük arra, hogy figyeljen oda, de hát ez egy a kultúránknak egy sajátos szegmense. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyek és urak! Hozzászólásom első részében Bíró Gyula alpolgármesterhez szeretnék szólni, hiszen a Budaörsi Városi Televízió szeptember 25-i napirend utáni vitaműsorában megszólított. Napirend utáni vitaműsorban a Frank Egyel kapcsolatos hozzászólásában megerősítette azt a régóta várt óhaját a mozaik egy tulajdonosoknak, hogy szeretnék aláírni a településrendezési szerződést. Viszont hiába kérjük a műszaki ügyosztálytól a szerződés tervezetet, azt a mai napig nem kaptuk meg. A szerződés tervezetben foglaltak, amennyiben az érintett tulajdonosok azt elfogadják, szükséges ingatlan változtatási vázalatával kapcsolatos szerződést, kiviteli tervekkel kapcsolatos szerződést megkötjük, kísérletítási folyamatot elindítjuk. Mindezen előkészülti munka után vezetékes ivóvíz csatornahálózat munkálataihoz hozzákezdhetünk. Téves az ön állítása, hogy Hardy úr egy éve nem tesz semmit. A szerződést nem írják alá. Tisztelt alpolgármester úr! Az ön által említett szerződés tervezet az, amit hiába kérünk, nem kapunk meg. Mindezek ellenére, ha az érintett tulajdonosok a szerződés ismerete nélkül is hajlandók az előkészületi munkára áldozni, azokat mediátorok nélkül is elkezdjük a közeli napokban. Tisztelt alpolgármester úr, téves az információja. A víziközműtársulatot nem én hoztam létre. Dr. Rétfalvi Ferenc alapította 1996-ban. A Mereng utcában közel 200 tulajdonos a vezetékes ivóvízhálózathoz hozzájutott, minden nem előkészületi munka nélkül. Útkiszabályozás nem történt. Akkor nem ragaszkodott az önkormányzat, hogy a Mereng utca 12 méter széles legyen, sőt, még hitelfelvételhez kézkezességet is vállalt. Miután 2001-ig a többi területen nem történt semmi, különböző jogcímeken különböző összeg befizetését kértük, ezért az egyes ütem tulajdonosai törvényesség eljárás után váltottuk le Rétfalvi Ferencet, és azóta vagyok a vízi közműtársaknak az elnöke. Hozzászólásom célja a tisztánlátás és a téves információk elvetése.
Mint előbb említettem, a mozaik együttem területén az előköszönhető munkálatokat minél előbb haladéktanul szeretnénk elkezdeni. Szeptember 29-én a társulat taggyűlést tartott, amelyen a következő határozatot hozta. Alulírottak a Buda és Frank egy víziközmű társulat, mozaik együttem tulajdonosai az alábbi nyilatkozatot teszik. Annak ellenére, hogy dr. Hardi Géza, a víziközmű társulat elnöke többszöri kérés ellenére sem kapta meg a 2017. október 5-én aláírt településfejlesztés együttműködés szerződés 3/6-os pontja szerint az önkormányzat által vállalt településrendezési szerződés tervezetét, hogy annak tartalmát megismerjük, kérjük dr. Hardi Gézát. 1. Együttműködési szerződés 3/1 pontjában megjelölt ingatlanokhoz szükséges vázrajzok elkészítésére szerződésnek a megkötését. 2. Együttműködési szerződés 3/2 pontjában foglaltak szerint 95-55-ös helyrajzi számú ingatlan kisjátítási eljárásnak megindítását. 3. Együttműködési szerződés 3/3 pontjában vállalt közműtervekkel kapcsolatos szerződések megkötését. A szerződések megkötésének határideje folyamatos, de azok megkezdésének határideje 2018. október 15-e. Az előzőekben hiányolt településrendi szerződés ismerete nélkül vállaljuk, hogy az egyes szerződések telepítésének határidejéig az érdekeltségi egységeink szerinti összeget, melyből előzetes tájékoztatást kapunk, társulat számlájára átutaljuk, hogy a megrendelt és elvégzett munkát haladéktanul ki tudjuk fizetni. Amennyiben az érintett tulajdonosok egy része a meghatározott összeget nem fizeti be, mindaddig, amíg az önkormányzat az együttműködési szerződés 3/5-ös pontja szerint azt adók módjára behajtja, vállaljuk, hogy a hiányzó összeget szétosztva befizetjük. Ez az összeg későbbi kötelezettségünkben beszámításra fog kerülni. Ezen nyilatkozatot a mozaik együttemmel kapcsolatos azonnali továbblépés érdekében tesszük, mediátorok közbeiktatása nélkül. Eddig szól a határozat. A mozaik együttem területéhez 78 ingatlan tartozik, hogy a projekt munkálatait elkezdhessük az önkormányzat által, az érintett ingatlan tulajdonosokkal való egyeztetés nélkül elkészített szándéknyilatkozatot az ingatlan tulajdonosoknak legalább 2/3-ának el kellett fogadni. Ez 52 tulajdonost jelent. Az előbbi víziközmű társulati határozatát a taggyűléstől eltelt 10 nap alatt 82% aláírásával elfogadta. Reméljük, a héten 100%-ra emelkedik ez a szám, és a szerződéseket megköthetjük. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A 2018. szeptember 29-én megtartott társulati taggyűlésen még egy határozatot hoztunk, amely előzménye a következő. A képviselőtestület 2018. szeptember 19-i ülésén, 12. napirendi pont tárgyalásakor figyelmen kívül hagyta a határozathozatalnál a szeptember 6-ai részönkormányzat ezen határozattal kapcsolatos módosító javaslatát. A részönkormányzat módosító elfogadható határozata így szólt. A frankegyi részönkormányzat javasolja a képviselőtestületnek, hogy kérje fel a polgármester urat, hogy gondoskodjon települési közvetítő szakértők felkéréséről és az önkormányzat közvetítő folyamatban való részvételéről, mely közvetítői folyamat a frankegy területére terjed ki, kivéve a Fátyú utcát mozaik együttem területét. Ehelyett a képviselőtestület előterjesztés eredeti határozatáról döntött, amely így szólt, képviselőtestület kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon települési közvetítői szakértők felkéréséről és az önkormányzat közvetítői folyamattól való részvételéről. A víziközmű társulat ezzel kapcsolatban fogadta el a 2/2018-as számú határozatát, amely következőképpen szól. A víziközmű társulat a képviselőtestület 2018. szeptember 19-én frankegyi mozaik egy projekttel kapcsolatos közvetítői tevékenységről hozott határozatával szemben azt javasolja, hogy az önkormányzat által kezdeményezett mediátorok tevékenységét a frankegy egészére terjesszék ki, mozaik egy ütem kivételével. Közvetítő díjat az önkormányzat vállalja. Mediátorokkal a kapcsolatot dr. Prohászka Zoltán, Molnár Gyula és Szél Attila a víziközmű társulat tagjai tartják. Az egyeztetések időpontjáról értesítik a víziközmű társulat vezetőségét, és a lehetőség szerint az egyeztetésen ők is részt vesznek. Eddig a határozatunk. A frankegyi ingatlan tulajdonosait megerősítjük. A mediátorra szükség van a frankegy egészének, hiszen 2006 óta a helyi építési szabályzatnak a módosítása zajlik.
még mindig nem jutottak a végére. Miután 2015-ben a kúria jelenleg is érvényes helyi építési szabályzatból kivette a törvénytelen paragrafusokat, rendelt el az önkormányzat 3 évre változtatási tilalmat, immár másodszor, az elsőt 1998-ban. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az 1996-ban abban a reményben vállaltuk át az önkormányzat kötelező feladatai közül a Frank 1 közművesítését saját költségünkön, mert reméltük, hogy a vízközlési társulat egyenlő partnere lesz az önkormányzatnak, és nem alárendelt szerepet fog betölteni. Reméljük, a frankegyi polgárok a városban lakó polgárokkal egyenlő bánásmódban fognak részesülni. Tévedtünk. 2 évtizede a városban másodrendű állampolgárai voltunk, és remélem csak voltunk, és a jövőn elbírálásunk során nem lesz különbség, lakótelepen élünk, vagy az óvárosban, vagy a Frankegyen. Én azt szeretném kérni, mint ahogy levélben is kértük, hogy a településrendezési szerződés vázát mi elkészítettük, kértünk adatokat a vízi közműtársulattól, hogy adja meg nekünk. Amint ezek megérkeznek, azonnal oda tudjuk adni a kész szerződés tervezetet, úgyhogy a labda nem nálunk pattog. Úgyhogy arra kérlek, Géza, hogy arra a levelünkre, amit írtunk, válaszoljál, küldjétek meg ezeket a jogszabály által előírt szükséges adatokat, amit nektek kell előállítanatok, és akkor már tovább ez a folyamat. Társulatunk elfogadta a békéltető tárgyalásra való felkérést, amelyen szakértői csapatunk is jelen lesz. Ennek fényében azt látjuk előremutatónak, hogy nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy az önkormányzat eddigi akadályozó munkájáról kérdéseket tegyünk fel, és erre kérem a frankhegyi tulajdonosokat is. Adjunk lehetőséget az önkormányzatnak, hogy bizonyítani tudja, hogy Frankhegyet végre nem csak a szavak szintjén, hanem a valóságban is segíteni akarja. A békéltető tárgyalásokra felkészülve az alábbi kérdést szeretném feltenni a polgármester úrnak. Ki fogja képviselni az önkormányzatot, és milyen szintű felhatalmazással fog rendelkezni a mediátor tárgyalás során? Azért fontos a felhatalmazás mértéke, mivel a jelenleg folyó új építési szabályzat tervezetét is valaki felhatalmazás nélkül változtatta a 2015-ös novemberi tervezethez képest, és olyan törvénysértő előírásokat helyezett el a 6. paragrafusban, amelyet már az állami főépítésznek is nagyon elutasító véleménye lett. Ennek következtében nem zárulhatott le az új rendeletalkotás. Milyen biztosítékot ad a polgármester úr az eredményes, békéltető tárgyalások során létrejött megállapodás betartására, és a képviselőtestületet mennyiben fogja kötni a tárgyalások eredménye? Jövőre választások lesznek, és ezért fontos tudnunk, hogy a békéltető tárgyalások mennyi időt fognak igénybe venni. A 4. kérdés, terveze az önkormányzat a békéltető tárgyalások ideje alatt Frankhegyet érintő rendeletet alkotni? Szeretném a válaszokat itt megvárni, és azt kérem, hogy ezután Prohászka Zoltán urat szíveskedjen elnök úr, polgármester úr megkérni, hogy ő adja elő a szakértői csapatunk javaslatait. A helyzet az az, hogy egy dologra szeretnék válaszolni, nevezetesen az eddigi akadályozó fellépése történetre, illetve az, hogy az önkormányzat törvénytelenül járna el, meggyőződésem, hogy mind a jogászaink, mind a főépítész iroda, mint pedig a felkért szakértők, mindenki, aki ebben részt vett, a legnagyobb jó szándékkal vesz ebben részt, csak éppen az önkormányzatnak vannak keretei és feladatai és kötelezettségei, ami az egész településre vonatkozik. Az, hogy környezetvédelmi szempontokat, szakhatósági előírásokat mi úgy gondoljuk, hogy helyes, ha szerepelnek bizonyos rendeletekben, és hogy ezt esetleg egy más jogi fórum nem így látja, ez lehet egy jogi vita, amiben én most is semmiképpen nem szeretnék belemenni, de az, hogy az önkormányzat akadályozó lenne, ezt a leghatározottabban visszautasítom, természetesen a mi szándékunk is az, boldog lennék attól, vagy akkor,
hogyha egyébként egy korábbi, a tanácsi időszakban elkövetett súlyos hiba, ami egy rendezetlen területet felparcellázva hagyott ilyen módon kialakulni, és ez mind a tulajdonosok számára, mind az önkormányzat számára szinte lehetetlen feladatot jelent, hiszen több ezer ingatlannak a megoldása egy kiszabályozatlan, közművesítetlen területen, belterületbe üdülőként megnevezve, kialakítva nagyon nehéz feladatot jelent, és ebben közös érdekünk az, hogy megoldás legyen. Higgy el, minden egyes kritika ellenére mindenki azt szeretné, és az lenne a legjobb, ha egy varázsütésre holnap arra ébrednénk, hogy itt kiszabályozott utak, megoldott felszíni vízelvezetés, megoldott csatornázás alakuljon ki. Sajnos ez a dolog sem anyagilag, sem lefolyását illetően nem lehet egy varázspálcával elintézhető. A mediátorok első körben azért mediátorok, hogy nem mind a két fél fog ott ülni, hanem megpróbálják mindenkinek az álláspontját megismerni, és valami közös álláspontot kialakítani. Erre az előzetes megbeszélések szerint arra álláspontra jutottunk a mediátorokkal, hogy adjunk magunknak körülbelül 3 hónapot arra, az indulástól számítva, amikor kiderül az, hogy van-e esélye annak, hogy dűlőre jutunk egymással. Amit ön elmondott, és hogy mikor kezdődik a 3 hónap, hát a jelenlegi képviselőtestületi határozat egy szűkebb keretbe gondolta el ezt a mediációt első körbe, a Mozaik Együttemre. Én most is azt állítom, hogy sokkal értelmesebb lenne a Mozaik Együttemre is ezt elkezdeni, hiszen amit a Hardi doktor úr elmondott határozat, abból világosan kitűnik, hogy azok a szándéknyilatkozatok, amiket a tulajdonosok aláírtak, és az a határozat, amit hoztak, az nem ugyanazt a tartalmat fedi. Ha nem ugyanarról a tartalomról beszél már az sem, aki aláírta a szándéknyilatkozatot, meg aki meghozza a határozatot, ez számomra világosan azt jelenti, hogy már a Mozaik Együttemnek a tulajdonosai sincsenek teljes mértékben tisztában azzal, hogy mit vállalnak, vagy mit kell nekik vállalniuk. Én azt gondolom, hogy a korrekt tisztánlátás érdekében nagy szükség lenne arra, hogy világos legyen mindenkinek, hogy mi az, amit aláírt, vállalt, vagy mi az, ami neki egyébként a jogszabályokból adódó kötelezettsége. Ez ránk is ugyanígy igaz. Én azt feltételezem, hogy ezen határozat után a képviselőtestület újra meg fogja tárgyalni ezt az ügyet a következő ülésén. Nem vagyok ugyan jós, de én azt gondolom, hogy nem fog ellenállni ennek a kérésnek. Akkor megkötjük a szerződést, és attól kezdve nagyjából én azt gondolom, hogy 3 hónap telik el addig, amíg világossá válhat az addig lefolytatott megbeszélések és közvetítői tevékenység után, hogy van-e ennek értelme, vagy be kell zárni ezt, mert nincs értelme. Ha van értelme, akkor én, és azt gondolom, senki nem fogja tudni megmondani, hogy az most mennyi időt fog igénybe venni, amíg a felek dűlőre jutnak. De akkor dűlőre jutnak. Olyan szinten fogja az önkormányzat képviselni különben magát ezekben, amikor ez szüksége, szakmai vitákban, szakmai, és nyilván a település politikai kérdésekben a képviselőknek is bele kell folyniuk. Van esély arra, hogy átírodjék a járási határoknak a kérdése? Tehát magyarul Budakeszi ugye fele annyi lakosú, ha jól tudom, mint Budaörs, itt van ügyészség, bíróság, egyebek. Tehát van erre esély, akár a választások után is, hogy itt valamiféle más konglomerátum jöjjön létre, járási szint. Tehát járási központ legyen Budaörs, ami szerintem nagyon jó lenne az itt lakók számára. Ez az egyik kérdés. A mikroszintű a kutyafuttató kérdése. Polgármester úr is kitért rá, dicsérőleg. Hát én nem vagyok annyira ettől elájulva ettől a kérdéstől. Mondtam, hogy sok konfliktus volt vele kapcsolatban. Volt, itt voltam több mint 4 éve ezelőtt. A terület képviselője, most már polgármester helyettessé, vagy alpolgármesteri avanzsált bíró úr, akkor mindenféle fogadalmakat tett, illetve ígéreteket tett, hogy ott aztán a helyi kutyabarát egyesület, meg egyebek majd ott a rendet tartanak. Nem tartanak rendet, sőt a helyi újságban, ahogy informálódtam, nem is lelhetők föl. Tehát az egy fertőző gólt, szóval kutyák, nekem nincs kutyám, kutyák pusztulnak el, betegednek meg. Ne várjuk meg azt, amíg a lakosság is erre a sorsa jut. Ott nyáron elviselhetetlen meleg van, ott bűz van, ott legyek szállnak. Tehát nem örülünk, hogy a napsugár sétány végére
a játszótér mellé tették azt a kutyafuttatót. Mai napig nem látjuk be, hogy miért oda kellett tenni, mikor ezer egy hely lett volna kijebb. Más területekről hordanak borjú méretű kutyákat oda, ami nem biztos, hogy szerencsés a helyben lakók számára. Nem Bíró Gyulának a hibája az, hogy valakiknek az ígéretét nem tudta, hát hogy is mondjam, elérni, hogy meg is tartsák azt, amit megígértek. Ez az egyesület valóban akkor, amikor ugye ezek a kutyafuttatók fölmerültek, és hát azért ez kulturáltabb országokban így szokott működni, hogy azok, akiknek kutyájuk van, kutyát tartanak, van erre szervezet. Ez az egyesület mindent vállalt, ha az önkormányzat ezeket a dolgokat biztosítja. Hát körülbelül ez így néz ki más területen is, mi hiába hiszünk bizonyos ígéreteknek, hogyha az utána az egyesület fel sem lelhető, akkor nehéz behajtani. Ettől még, amit ön mondott, ez nekünk kötelezettséget ró, és ezt fogjuk kezelni. Több vezetőim beszéltünk már erről, itt a BTG-nek a munkatársait is próbáljuk ebben igénybe venni, és hát az, hogy van-e olyan civil szervezet, már kutyákkal foglalkozó civil szervezet, akit esetleg be tudunk vonni, azt nem tudom, de kutyafutatóra alapvetően azért van szükség, mert nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy ezt említettem is az elején, hogy póráz nélkül sétáltatnak kutyát, és attól bizony, hát abból sok probléma adódott, hát ebből voltak sérülések kutyaharapásból következően, amiket meg végképp nem szeretnénk. Az, hogy hová lehet elhelyezni, ezt most tényleg nem szeretném kinyitni, nagyon nehéz megtalálni. Tehát ugye ez tipikusan olyan történt, hogy egészen más területről szeretném mondani. Nagy a sebesség az utcánkban, legyen fekvőrendőr. Oké, elfogadjuk, na jó, de ne a mi házunk előtt, és akkor jön a történet, hogy na, akkor ezt hogy oldjuk meg, mert mindenkinek van egy saját háza előtt lévő szakasz. Nagyon nehéz megoldani. Igyekeztünk olyan helyeket találni a városban, több helyen is, van, ahol egyébként jól működik, remélem, hogy itt is meg fog ez a dolog oldódni. Amit a járási lehatárolásról vetett fel, hát igen, ugye ennek a megszületése, ugye hát maga a kormányrendelet is azt tartalmazta, hogy milyen szempontok szerint lehet a járásközpontot kialakítani, abban következők szerepeltek. Adott térségben betöltött szerep, közlekedési feltételek, közigazgatási intézmények, gazdasági háttér, stb. Most nincs olyan mutató, amiben ne Budaörs lenne az egyértelmű. A lakosszám nem kétszerese jó, ennél jelentősen nagyobb. Itt van az ügyészség, rendőrség, bíróság, tehát az intézményi infrastruktúra. Itt jelentős közlekedési szempont. Itt van Budaörs a centrum. Még olyan települések is tiltakoztak, akik a kormányhoz közelebb álltak, szerettek volna ők is. Ilyen volt Herczakarom, Török Bálint, és talán még Biatorbágy is ide tartozni, hiszen az ő lakosaik számára is kényelmetlen átvergődni Budakeszire. Kezdeményezni fogjuk, mert az önkormányzati választások előtti időszakban van erre a lehetőség. Azt hiszem, erről már döntött is a képviselőtestület, hogy kezdeményezni fogjuk. Nem budakeszi jogait elvenni, van egy olyan térség, amit ők el tudnak látni. Nekik is nehéz ezt a feladatot ellátni. Most, hogy ebbe bele fog-e menni a mindenki, aki ebben érintett, vagy a politikai szempontok, vagy a racionalitás fog-e győzni, erre a találós kérdésre nem én fogok most válaszolni. De mi még meg fogjuk próbálni természetesen. Ahhoz, hogy mindenki értse egy kicsit, hogy miről van szó, nagyon impozáns prezentációt láttunk, csak éppen nem volt szó az elején arról, hogy ez a Budaörs területének 90%-áról szól, és úgy biztosítjuk ezt a fejlődést, hogy a maradék 10%-on nem ez a helyzet. És hogy értsék a budaörsiek, pont a város bevételének körülbelül annyi arányát költi el a város, immár 28 éve erre a 10%-os területre, Frankhegyre, ahány percet vagy másodpercet szentelt, illetve nem szentelt a beszámolóban a polgármester úr ennek a területnek. Tehát itt van egy ilyen 10%-os hézag a város lehetőségei és az elköltött pénzek között. Másik előrejáróban meg kell jegyeznem, hogy a felszólalásomban nagyon sok szó lesz törvényességről és törvénysértésekről. Amikor erről fogok beszélni, mindig azt kell érteni alatta, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága, amit most már kúriának hívtak, megsemmisítette a Frankhegyre vonatkozó 44/2000-es hésznek szinte ugye a harmadát, és kimondta, hogy ezek a passzusok milyen egyéb felsőbb jogszabályok miatt voltak törvénysértőek. Mi, a szakértői csapat tagjai pontosan tudjuk, hogy ezek milyen mechanizmusokat aktiváltak, ezek a törvénysértő passzusok, és hogy kikerülnek ebből, milyen módon nyitják meg törvényes jogaink előtt a zöld utat.
Úgyhogy a továbbiakban, igen, és nem tudom, hogy jól értettem a polgármester urat, ő jogvitát említett az Hárdi Géza, nem is Kemény Árpád kérdésére adott válaszba. Szerintem Magyarországon olyan jogállam van, hogy amiről a kúria kimondta, hogy törvénysértő, az nem jogvita kérdése. Itt idézném Csíke Dinának július 2-ai szavait. A kúria döntéssel biztosan tudják, hogy soha nem is értettünk egyet. Szerintem ez nem a jogállamiság, és remélem, hogy polgármesternek egészen eltérő erről a döntésről és a döntés kényszerítő erejéről az álláspontja. Tehát, fontos évnek érezzük 2018-ot a frankhegy történetében, mely Budaörs belterületének körülbelül 10%-a már 40 éve. Ez az az év, 2018, amikor a törvényességi kivágásokkal terhelt múlt mái kísérő hatása megszűnik. Nagyon reméljük, hogy a törvénysértés senki számára nem minősül ezután járható útnak. Budaörsön a frankhegyi területhez annak folytatásaként kapcsolódik a hegyalja és a csiki hegyek területe. Ezek beépülését az önkormányzat aktívan támogatta, lakóövezetbe sorolását kezdeményezte. Ez a területek egy része, de körülbelül a fele, jóval több, mint 20%. Ezeken a területeken 4-től 7,5 méter szélességű közterületeken megy a jármű és a gyalogos forgalom, valamint a teljes közművesítés is megoldott önkormányzati támogatással. Sőt, ezeken a területeken nem kellett önerőből utatokat építeni vagy szélesíteni. A hegyalján volt, ahol a társulat önerőből megépítette a víz- és csatornahálózatot, de sem ingyenes útleadásokra, sem útépítésre nem lettek kötelezve. Ezért kérjük mi, frankhelyik, és ugyanezt. Önök 1998 óta állítják, hogy ez lehetetlen. A következő megoldást ajánljuk a frankhegyi fejlesztés elindítására. A frankhegyi útszélességek tekintetében azonos elbírálást kérünk a csiki hegyeken kialakult viszonyokkal. Itt a saját méréseimre alapuló dolgok vannak, aki szeretné, lemérheti maga is, vagy el tudom küldeni. Tehát ha ott 25, 50, 200 telket 4 méter, 4,5 méter, illetve 7 méter széles közterület szolgál ki, ezek lemérhetőek, akkor mi is csak ezen útszélességek mellett tudjuk a tulajdonosokat arra biztatni, hogy vállalják az útszélesítést. Meg lehet figyelni, okoznak-e ezek az útszélességek napi problémát, vagy nem. Egy délelőtt alatt bárki meggyőződhet volna. A csiki hegyeknél 95%-ban vegyes használatú úttest található. Ez azt jelenti, hogy nincsen se zöldsáv, se fasor, se járda, se kialakított parkolóhelyek. Ráadásul az előbb elhangzottakkal és a rendszerváltás előtti tanácsi időszak problémájához tartozóan a csiki hegyek területe sok igen keskeny, nehezen megközelíthető telekkel rendelkezik. Elég csak megnézni a térképet, például Budaörsváros egységes építési szabályzatában. Hasonlóan, mint a frankhegy, nincsen jelentős különbség. Polgármester úr ott mégis városvezetői tevékenységével járult hozzá a terület benépesüléséhez, beépüléséhez, ilyen feltételek mellett is. Gondolunk például az építési szabályzat megalkotására, ami megengedő volt, illetve a támogató jellegű településképi véleményezésre, amit meg páran jól ismerünk, hogy megy a frankhegyen. Ha önök a terület lakóövezetté minősítését és az ezt követő beépülését támogatták, akkor hogyan minősülne ugyanez a megoldás a frankhegyen szakmaiatlannak? Az építési joggyakorlása nem függhet a jogszabályok szerint sem az önkormányzat érdekkörébe tartozó útépítéstől, hiszen például, ha a szomszédos ingatlan tulajdonásának útlejegyzési szándéka kaitól nem függhet senkinek sem a saját építési lehetősége. Tehát én nem vagyok jogaimban korlátozható azért, mert a szomszédom mást akar. Például a csiki hegyeken, például a Fügefa utca hegyfelüli oldalán megfigyelhető, hogy önök ezt a felénk támasztott elvárást ott nem követelték meg. Tehát az északi vonalon így mennek a telek határok. Némelyik kiugrik, akik nem építkeztek az elmúlt 10 évbe, némelyik be. Nekünk ez igen fontos tárgyalási alap, tehát hogy ott nem követelték meg azt, amit tőlünk meg akarnak követelni. És az is nagyon fontos tárgyalási alap, a mediátoroknak mondom,
hogy még júliusban is mást mondtak nekünk, mint amit a csikihegyeki gyakorlat mutat. Nem előrelátó politikai döntés a keskeny frankhegyi parcellákat úgy megváltoztatni, hogy korlátozási kártalanítást vegyen nyakába az önkormányzat. Ugye az idén nyári szabályzási tervezet eredménye lenne. A megalakuló közigazgatási bíróság nagy kedvel fogja bizonyítani a budaörsi városvezetés rossz döntését. Ha önök a telekalakítás feltételeit liberalizálnák, a tulajdonosok önként és dalolva keresnék egymással az egyességet, hiszen az arányosabb telek, ami nem olyan hosszúkás, az egyben értékesebb telek is. De az önök által tervezett szabályzás durván illiberális. Miért van szükség a nyilvánvalóan eltúzott 1100 négyzetméteres telekalakítási minimumra? Elegendő lenne azt előírni, hogy az átalakítandó telkek területe nem csökkenhet a telekalakítás előtti állapothoz képest. Az útszabályozás kapcsán a közterület céljára történő átadás esetében csakis a törvényes megoldást tartjuk támogathatónak, például bizonyos bírói ítéletekben nagyon szépen le van írva, hogy mik ezek a utak, de ezt ajánlani is tudjuk a tulajdonosoknak a fenti útszélességek mellett, és nem mondjuk 3 méterrel szélesebb utak esetében. A megoldási javaslatunk része az is, hogy a 44/2000-es és a kúria által kigyomlált, azaz törvényessé tett HÉSZ által biztosított beépítési paramétereket, mint szerzett jogot megtartsuk, és itt senkinek sem kell kártalanítási ügyekkel bajlódnia. Ez mindkét félnek sokkal jobb lesz. És így a korábban említett bírói fórum elkerülhető. Önök településrendezési szerződést kívánnak kötni minden egyes frankhegyi tulajdonossal, ez példátlan lenne Magyarországon. És mégis támogatjuk az olyan településrendezési szerződést, ami a területen a tulajdonosokat a törvényesen őket megillető építési jogon felül valami érdemi többletet kíván adni a tulajdonosoknak, hiszen önök is sokkal többet követelnek tőlünk, mint ahogy az előbbiekben azt illusztráltam, frankhegyiektől, mint más budaörsi tulajdonosoktól. Javasoljuk, hogy a budaörs InnovaCity jelzőt töltsük fel tartalommal, erre Frankhegy kiváló terep lenne. Önök tényleg innovatívnak neveznek egy olyan várost, ami betilthatja a fenntartható otthonok vívmányainak alkalmazását, amelyik városvezetése aktív küzdelmet folytat azért, hogy belterületének 10%-án fenntartsa a 19. század végi állapotokat. Azaz villany éppen van, de más nincs. Javasoljuk, hogy a területen épülhessenek autonóm lakóházak a településrendezési szerződésben rögzítendő kritériumrendszerrel, például ott, ahol nem tud időben, vagy nem tud gazdaságosan megvalósulni a teljes közművesítés. Ahol már szinte teljes beépülés van, vagy lesz, mint például a Fátyol utcában, azt hiszem ez a mozaik egy, ott nagy valószínűséggel megépülhet 2 éven belül a teljes közmű. Kijelenthető, hogy csikihegyi mértékig az útszélesítés is meg fog önerőből történni. Javasoljuk, hogy ebben is hasonló esetekben lehessen lakóépületté átminisítetni a meglévő épületeket, tehát ez lenne az a többlet, amit Budaörs nyújtani tud, illetve lehessen lakóépületre építési engedélyt kapni. De az is megoldható, hogy a polgármester úr saját hatáskörében átminősítheti a településrendezési szerződésnek megfelelő épületeket lakóépületekké. Átminősítéseket eddig is adott a polgármester úr, hogyha jól tudom. Tehát üdülőről lakóépületté való átminősítésekről van szó. Csak olyan településrendezési szerződést tartunk elfogadhatónak, ami az általunk átvállalandó költségek ellentételezéseként visszavonhatatlan módon rögzíti, hogy milyen feltételek esetén kapják meg épületeink a lakóépületi státuszt. Ezek a megoldások képezik a törvényes módot arra, hogy a Frankhegy törvényes beépüléséhez szükséges út és közműhálózati fejlesztések 28 éves elmaradása miatt várható problémákat minimalizáljuk, és néhány hónap alatt pontot tegyünk a problémák időszakának a végére, örökre magunk mögött hagyva az időhúzás jelenségét. A mi megoldásaink nem a hatalom, az erő és az önkény, illetve a folyamatos törvénysértési kísérletek, de még nem is a valós felelősök felelősségre vonása mentén lett megkonstruálva, hanem a törvényesség mentén és a béke jobb jelekén. Önkön múlik, hogy elfogadják-e, vagy sem. Azt sose gondoltam volna, hogy egyszer
nem elég liberálisnak leszek titulálva, de igyekezni fogok eleget tenni azt, hogy még liberálisabb legyek annál, mint amennyire most tartanak, vagy amennyire most szoktak ezzel kapcsolatban bélyegezni. Én azt gondolom, hogy amiket itt elmondott, abban olyan súlyos tévedések is voltak, amiknek a közmeghallgatás mint keret nem ad lehetőséget, hogy rendezzük. Talán az, amiről itt jegyző úr beszélt, az eljárás, az segíteni fog ezeket megoldani. Kár itt pontról pontra végigmenni ezen, hiszen pont erről szól egyrészt a mediációs eljárás, másrészt a építési szabályzatnak az egyeztetési eljárása. Az a keret, amiket elmondott. Ki fog derülni a végén, hogy elmegy erre a képviselőtestület, vállalja-e ennek a következményei, amit elmondott, vagy milyen megoldást választ? Köszönöm. Ők azt mondják, hogy a mozaik egyről legyen békéltetés, Frank egyet meg az, hogy ne arról legyen békéltetés. Akkor milyen békéltetés vállalás lesz ennek a vége? Tehát ez egy fontos kérdés, amit észrevettem. És végül is, amiről mostan a legutolsó hozzászóló mondta, hogy a Csikihegyek példájára legyen 4-4,5 méteres széles út elég. Ez egy fontos felvetés, amire szintén nem lehet. Önök azt mondták, hogy most erre ne válaszoljunk, de erre igenis fontos dolog lenne, mert ez az érdemi, egyik nagyon érdemi része annak, amit ő hozzászólt. Köszönöm szépen, én csak ennyit szerettem volna mondani. Tehát azok világos kérdések voltak, jó lett volna, hogyha arra mindegy, mind a négyre kapunk választ, ahelyett, hogy ilyen liberális, meg egyéb megközelítésekkel foglalkozunk. Köszönöm szépen. Nem én kezdtem, de akkor jegyző úr azonnal válaszol rá, elkerülte a figyelmet, hogy egyikre esetleg nem válaszolt, pedig figyeltem, hogy az összes kérdésre elhangozzék a válasz, akkor fog rá válaszolni. Ami a Fügefa utcát illeti, én azt nagyon nagy bajnak tartanám, ha az a gyakorlat folytatódna. Valóban nem válaszoltam erre a kérdésre, elnézést. Én nekem nincs tudomásom arról, hogy az önkormányzat tervez ebbe a pillanatba bármilyen Frank egyel kapcsolatos intézkedést, mármint rendeleti szintű intézkedést. Természetesen van tervben, hiszen helyi építési szabályzatot akar alkotni, ezért van terve az, hogy előbb-utóbb legyen oda egy rendelet. Más nincs most az önkormányzat tarsójában. És abban biztos vagyok, hogy ameddig el nem dől, hogy érdemi egyeztetéseknek mi az eredménye, addig nincs is értelme, de semmilyen munkatervében nem szerepel. A 4,5 méteres utakra a közmeghallgatáson kívüli magánvéleményemet tudom elmondani. Milyen borzalmas példákat mondjak arra, hogy 4,5 méteren mi történik, amikor 1500 telek, amiről itt szó van, beépül, és ott megy a forgalom 4,5 méteren. Mondjuk el, hogy Érden hogy ütötték el a gyerekeket? A 4,5 méteren? Vagy mondjuk el, hogy nem jön le a víz 4,5 méteren, és menjenek föl azokba az utcákba, amiket emlegettek, és nézzék meg, hogy önti el őket a víz, ez a jövő. Mert akkor 4,5 méterben lehet gondolkodni, aki meg hosszú távon normálisan szeretne ott valamit csinálni, annak végig kéne nézni, hogy ez jó példa, amit hozott. Mind a mellett, amit elmondtak, hogy rengeteg rossz példa van Budaörsön, de nem abba az irányba kellene elindulni. Ez a Frankhegy, ez minket is érint. Én csak azt szeretném kérni, az építési szabályzat kialakításánál, hogy gondoljanak azokra, akik már ott laknak 20-30-40 éve. Éppen azért, amit az előbb a jegyző úr mondott, hogy mi lesz, ha letódul onnan az 1200 telekről az a sok lakó és egyéb, úgyhogy szeretnénk kérni, hogy ránk is legyenek tekintettel. A másik kérésem, és ezt fokozottan kérjük, hogy a BTG-t említették, illetve a nemzeti hulladékszállítási problémát, és mióta nemzeti, azóta nagyon nagy probléma van vele. Mi a felső határúton harmadik hete, és most is ott van, ki lehet menni, nem volt kukás autó. És nem azért, mert most éppen csatornát építünk, aminek örülünk, és köszönjük szépen, de erre is nagyon szeretnénk, ha valami megoldást találnának, mert ez már fertőzés, ANTS, nem lehet, hogy 3 hétig ne jöjjön oda szemetes autó. Ezt szeretném, hogyha megoldanák. Ez eléggé döbbenetes, de
két évvel ezelőtt pontosan elmondtuk azt, hogy mi fog következni abból, ami a szemétszállítás finanszírozásának, pontosabban a számlázásának a központosításából, illetve az önkormányzatok olyan jogának az elvételéből, hogy önállóan ezt a feladatot elláthassák, következik. Ez az önkormányzatiságnak gyakorlatilag a semmi bevétele, akár ami az oktatás területén, akár ami a szemétszállítás területén történik, és sok minden más területen. Itt volt arról szó, nem reagáltam, de a kérdés felvetődött, hogy jogállamban mihogy szokás. Hát ha ez még jogállam, akkor én gratulálok. A Budapesti út feletti rész az egy kertvárosi övezet, családi házakkal beépítve, és ennek egy részét vágja ketté a Budapesti úttal párhuzamos Farkasréti út. Valamikor a Budapesti út, vagy a főútvonalon történő építési munkálatok miatt a forgalmat felterelték a Farkasréti útra, mint forgalomszabályozás, vagy ideiglenes forgalom elterelés, és ezzel nagyon sok autós megismerte a Farkasréti út és folytatása budapesti Törökbálint úton keresztül a bejutási lehetőséget Budapestre. A terelés véget ért, a forgalom nem nagyon ért véget, és azok után, hogy sokan most már Pest környéki települések is a pálya helyett Budaörsön keresztül próbálnak bemenni Budapestre. Ezeknek egy része, főleg a reggeli csúcsban, amikor a Budaörsi út kezd megtelni, és már Budaörsi részen is a Selkúttól visszafelé torlódik, ennek az az eredménye, hogy nagyon sokan a tranzit forgalomból is fölmennek a Farkasréti útra, és a Farkasréti utat használják menekülő útnak. Ennek az az eredménye, hogy reggeli csúcsforgalomban, de délután is, de a reggeli csúcsforgalomban betorlódik már a Farkasréti út. Szabályosan, még gyalogosan is nehéz rajta keresztül menni, nemhogy kocsival, mert ugye jó magyar szokás szerint, ha ő várakozik az úton, akkor elállja a kereszteződést. Ez tudom, hogy nem önkormányzati hatáskör, hanem a rendőrségi, de tény. A másik, hogy amikor éppen nincsen csúcsforgalmi időszak, akkor pedig ez a viszonylagosan széles, kétszer egysávos, nagyjából egyenes, egyetlen egy kis törés van benne úton, akkor száguldoznak, főleg a tranzit forgalom. Ezt azért tudom ilyen határozottan állítani, mert az elmúlt időszakban a budapesti Török-Bálinti utat lezárták víz korszerűsítési munkák miatt. Szó szerint ugye ott nincsenek lakóépületek, ez az a kis gazos rész, ami átmegy a gazdagréti lakótelephez, és egyszerűen csendnyugalom, békesség. Visszaestünk 20 évvel ezelőtti állapotokba, amikor a lakók még azért költöztek ide ki, mert tényleg a csend, meg a nyugalom, meg a békesség, meg a jó levegő, meg az egyéb ilyenek voltak jellemzőek, és amikor ezért mondom, hogy a forgalom nagy része a tranzitforgalom, mert ez eltűnt. Ugye nem tudtak keresztül tranzitálni, azért nem jön föl, hogy aztán a felső határútól visszamenjen a főútvonalra. A Farkasréti út gyűjtőút, a rendelet szerint az a funkciója, hogy a környéken lévő utakat, kiszolgáló utakat, lakóutakat, annak a forgalmát levezesse a főútvonalra. Ez mostanában megfordult, és a főútvonal forgalmának egy részét vezeti föl a Farkasréti útra, és ezzel nagyon kellemetlen helyzetbe hozza az ott lakókat, akiknél a szmog, a zajterhelés, az egyéb, éjszaka nem lehet nyitva hagyni az ablakot, mert olyan őrült száguldásnak a zaja jön be a házakba, hogy ez kellemetlen.
Ezzel kapcsolatban én írtam a polgármester úrnak egy levelet, amire azt a választ kaptam a Lőrincz Mihály úrtól, hogy hát a Farkaséti útra vannak tervek, itt aztán tényleg mindenféle tervek vannak, ezek a tervek már 10 éve, meg 15 éve is tervek voltak, és tudom azt, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségei ilyen milliárdos, több milliárdos nagyságrendű beruházásra nem tudom, mikor lesznek elégségesek. Itt ilyeneket hallottunk, ugye, hogy a 20 kilovoltos vezeték légkábel földbehelyezése, a felszíni vízzel vezető árok megszüntetése, illetve zárt csatornába helyezése, majd parkolók kialakítása, biciklisáv, és így tovább. Ilyen volumeni beruházásokra nem azt mondom, hogy nem örülnek a lakók, de nincs igény. Tehát az igény arra volna, hogy valahogy ezt a kialakult, áldatlan állapotot, ami a megnövekedett forgalom és az ottani száguldozás, tehát a csúcsidőben tömeg, a csúcsidő között pedig száguldozás, ezt valahogy meg kéne szüntetni. Erre a lakosságnak sokféle javaslata van, itt a fizikai sebességkorlátozás, vagy a sebességátlás, tehát mindenféle a útszűkülettől a fekvőrendőrön. Nem, azt a választ kaptam Lőrincz úrtól, Mihály úrtól, hogy nem kívánják fizikai korlátozással a gyűjtőt forgalmát szűkíteni. Mi kértük azt is, hogy az útra végig egy 30-as sebességkorlátozást. Ez gyakorlatilag azóta megvalósult, igaz, hogy 40 kilométeressel, de azokat most végig kihelyezték, ami persze az autósokat nem zavarja. Igen, tudom, hogy megint nem önkormányzati hatáskör, viszont kértük azt is levélben, hogy ne időszakos sebességmérést végezzen a rendőrség, mert ezt sok helyen sokan kérik, és az ő ilyen kapacitása elég szűkös, de ha egy állandó fix mérőt kihelyeznének, az feltehetőleg egyrészt a száguldásokat megszüntetni, másrészt a sebességcsökkentés mellett nem biztos, hogy a főút forgalmának kedvet csinál erre a terelő útra, vagy erre az útra való áttérésre. Az volna a kérdésem, hogy tudom, hogy a fix trafipax kihelyezés is rendőrségi hatáskör, hogy az önkormányzat támogatja-e a rendőrséget, kezdeményezi-e a rendőrség felé, amennyiben ennek műszaki, technikai, anyagi, bármilyen akadálya van, úgy ilyen ezekben tud-e nekik segítséget, illetve akar-e nekik segítséget nyújtani. Úgy érzem, hogy az önkormányzatnak van olyan műszaki gárdája, hogy ha akarat van, akkor feltehetőleg ezt a problémát meg tudják oldani. Tehát ez a kérdésem, hogy támogatják-e a lakosságot, vagy inkább a Farkasréti úton áttranzitáló Pest környéki város lakosságainak az érdekeit képviselik. Szerinted? Én várom a választ, polgármester úr. De először is ugye tegeződünk, másrészt meg foglalj helyet. Köszönöm szépen. Harmadrészt meg ugye annak az irodának a vezetőjével beszéltél, ahol évekig dolgoztál. Tehát, hogy mint régi budaörsi műszaki ügyosztályos dolgozó, ezt a kérdést fölted, nekem egy kicsit furcsa, és nem megbántani szeretnélek ezzel, de hát szerintem pontosan tudod az okokat, és pontosan tudod azt, hogy ha még mindig a műszaki ügyosztályon dolgoznál, akkor egy ilyen kérdésre milyen választ lehet adni. Én is azt a választ tudom adni, hogy természetesen egy gyűjtő, elosztó útra nem lehet
fekvőrendőrt tenni, meg beugró sávokat, mert hát az gyakorlatilag ellehetetleníti a történetet, és a lakosság szám az nem fog csökkenni, hanem vélhetően növekedni fog. Ugye mostanáig egészen sokáig arról beszéltük, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani, már hogy a normális kulturált körülmények között kialakuló, és ez nyilvánvalóan fogja növelni a forgalmat, sokan ezt is szóvá teszik, de ezeket meg kell oldani. Az igazi áttörés az nem az lenne, hogy most 40-es táblákat, meg rafipaxot, de a kérdésedre az a válasz, hogy a rendőrséggel felveszünk a kapcsolatot, természetesen meg fogjuk ezt tenni. Nem fogok személyeskedni, nem mondom el azt, hogy ki járt úgy, hogy egy ilyet egyszer kért, és ő volt az első, aki beleszaladt utána és fizetett büntetést, és mondta, hogy most kénytelen vagyok kifizetni, mert én követeltem, hogy legyen, de volt ilyen, te is tudod, hogy ki volt. Szóval nem ez oldja meg a közlekedési kultúránkat sem, ez oldja meg a Pest megyei agglomerációs település közlekedési problémáját sem ez oldja meg. És szívesen mondanám, de nem csak ez a probléma, tehát nem csak az autópálya belterületi szakaszának díjfizetősé tétele okozza ezt a problémát, mert akár fizet valaki autópálya matricát, akár nem, reggelenként az M7-es már képtelen elviselni azt a forgalmat, ami a főváros felé, illetve délután a főváros felől irányul erre. Erre egyetlen megoldás volna normális kötött pályás elővárosi közlekedés, és akkor Biatorbágyról, Herceghalomról és azokról a településekről, akik így, ahogy mondott te, tranzit, én átmenő forgalomnak nevezem, használják a települést, ezt meg lehetne szűrni. Ugye nem véletlenül vezettük be, mi nem akartunk úgy, mint más települések, olyan parkolórendszert bevezetni, ami pénzlehúzásra irányul, hanem megbevezettük ezt a tárcsás rendszert pont azért, hogy ne használják P plusz R parkolónak a város útjait. Tehát igazából a város határában, ami, és egyébként ezzel kapcsolatban pont ma volt egy megbeszélésem, és nincs kizárva, hogy itt a Török-Bálint határában ez az intermodális csomópontnak a kialakításának a lehetősége újra fölmerülhet. Szóval az lenne jó, hogy nagy parkolók a város előtt még, a város szélén, ráhordó 20 percenként járó tömegközlekedés, elővárosi kötött pályás, mert az megoldana egy csomó olyan átmenő forgalmat, ami terheli a Farkasréti utat, de szerintem csodák nincsenek. A Farkasréti út nem csak azért volt 30 évvel ezelőtt sokkal kertvárosiasabb, mert hogy más volt a mentalitás, sokkal kevesebb volt az autó, sokkal kevesebb volt az itt lakó, és sokkal kevesebb volt az, aki a városon keresztül ment át a főváros felé. Ezeket megoldani nagyon nehéz, de természetesen mind a sebességkorlátozásban mellettetek állunk, ha úgy tetszik azok mellett, akik ott élnek, mert nem gondolod, hogy csak te barátaink, sokan mások is élnek azon a környéken, és a rendőrséggel is fölvesszük a kapcsolatot. Csak én nagyon nem vagyok a büntetések híve, de hát ha mégis ez tud valamilyen önkorlátozást vezetni, vagy lehetővé tenni. Először is nagyon boldog és büszke vagyok, hogy hozzájárulhatok Budaörs költségvetéséhez azáltal, hogy telek és ingatlan adót fizethetünk, amiért tulajdonképpen nem kapunk semmit. Szóval ez csak bevezetőnek. Amit akartam volna mondani, hogy a Naphegy utca példáját felsorolva, ami elég széles utca, úgymond, és kétsávos forgalomra alkalmas lenne, ha nem parkolnának végig az egyik oldalon. Tehát amikor 4,5 méter utat azt mondjuk, hogy nem tudja megoldani a közlekedést, akkor itt egy élő példa, meg tudja oldani, nem csak a Naphegy utcában az X számú ingatlant, hanem az egyik megközelítője a Frankhegynek. Tehát egyelőre túl sok baleset nem volt, embereket nem ütöttek. Nem kellemes, mert az ember, aki egyik irányban előnyt kell adni a másiknak, de ez kressz. Tovább menve, a BTG-t szeretném megdicsérni, a múltkoriban történt, hogy ezen az úton, ahol az egyik oldalt, amelyik egyébként tiszta, nagyjából, már nem úgy szemétügyben, hanem nem lóg be semmi, ott állnak az autók. A másik oldalon viszont, ahol van a vízlevezető árok, ott bokrok, fák, akármik benőnek, és amikor az ember nem akarja, hogy a rózsák és az egyebek a kocsit karcolják, akkor elég nehéz eltérni. Én bekértem őket személyesen, írás és papír nélkül kijöttek, megcsinálták. Köszönöm. A folytatás ugyancsak közúttal kapcsolatos, ha az ember gyalog jár, már pedig mi sokat járunk gyalog,
a belvárosi részeken is a térdig érő gaz nem igazán az élhető város jellegzetessége, de ennél szomorúbb, hogy főleg a fönn a hegyen, illetve pont az előbb említett Farkasrézút és környékén, ha az ember végigmegy, akkor parlagfű hegyén, egymás hegyén hátán. Most én itt a szabályokat nem tudom, nem néztem utána, elnézést, hogy pedig tulajdonképpen... Igen, és ebben majd segítséget is kérek, vagy javaslom, hogy ha tényleg az úttengelyik a járda, a kerítés az a lakóknak a... Bezony. Jó, mert leszűrtem az előbb ezt a következtetést, akkor viszont az lenne a javaslatom, bár nem lesz túl népszerű, hogy akkor az önkormányzat ugyan sétáljon, ugyanúgy gyalog, mint én, és hívja föl azoknak a telektulajdonosoknak a figyelmét erre a kötelezettségükre, mert a parlagfű manapság a mindenféle allergiák és egyebek miatt, ez ha igazak a hírek, akkor ez egy komoly dolog. Ez tehát igazak. Magyarul valakinek gyalogolnia kellene úgy, ahogy mi tesszük. A kisebbik következő önkormányzat néhány évvel ezelőtt nagyon szépen megoldotta a Szarvas utca, Riga utca kereszteződésében van egy vaddisznók által keményen érintett terület, igen, illetve ahova az esővíz rengeteg hordalékot lehoz. A költségét nem tudom, nem néztem utána, de nagyon szépen leaszfaltozták és kikövezték, csak a lejtése nem elegendő ennek, úgyhogy azóta minden évben olyan körülbelül fél méter azért az túlzás. 10-15 centi, úgy értem a szélességben. Eliszaposodik, amit aztán most a vaddisznók ismételten dagonyának használnak, plusz a parlagfű is nagy örömmel otthon talált ott, ami viszont azt hiszem nem köthető telektulajdonoshoz, mert a másik oldala az akármelyik árok, naphegyárok, vagy nem tudom melyiknek hívják, az megvan a térképen. Úgyhogy, tehát az a romház előtt, mindegy, ez tulajdonképpen lényegtelen. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy az ember azt szeretné, hogyha ezt időnként letolnák, valószínű megoldható, másrészt pedig... Na most ezt én jeleztem már Frankhegyi Rénszkor önkormányzati ülésen, ahol jegyzőkönyvbe is vették, de mondjuk olyan túl sok eredménye nem volt, ez április tájékán történt, úgyhogy ezek a 15 meg 30 napok, hát na jó, mindegy, legyünk nagyvonalúak. Az utolsó, amit szeretnék kérdezni, de ezt tényleg csak mint műszaki ember szeretném tudni, hogy amikor önök elkészítik ennek a területnek a rendezési tervét, hogy milyen műszaki megoldás van arra, hogy ezeket a 6-7, 5 és 7 méter közötti mélységű vízmosásokból utat csináljanak? Magyarul föltöltéssel, szélesítéssel, támfalakkal, atombombával, nem tudom. Ugye, hogy nehéz? Én nem mondtam, hogy könnyű, de lehetne csinálni körforgalmakat, hogyha legalább néhány utcát megnyitnának a... egymással párhuzamos a hegy szintvonalat követő utak között, nem az én dolgom. Ebbe pénz, sem. Jó. A meg nem mennének bele a tulajdonosok, idején, hát egy körforgalmat kialakítani iszonyú nagy mennyiségű területet igényel. Minden. Csak akkor meg viszont lehetséges megoldások vannak a mikroközösség, akik egy adott területen vállalják, hogy ezt, azt, amazt, lefaragom a telkem oldalát, és megjön akár a 7 méter is, egyefene. A másik pedig, hogy vannak ezek a nagyszerű vízmosás árkok, mint például pont ez a Rigó utcával párhuzamosan, ahol annak idején a metróföldet betönték félig. Most onnantól kezdve megnyílt Budapest fele az átkötés, amitől egy csomó betörés lett azon a környéken, de ez egy 20 éves történt, hogy ezt nem hozom föl, de hogy nem lehet-e ezt a területet, ezeket az árkokat tovább tölteni. Tudom, hogy vannak zöld békák, meg vörös zöld hatóság poloskák. Nem jár hozzá. Tehát ez igen, nem... de lehetséges, hogy a hatóságot meg lehetne győzni. Budaörs élni akar, a hegyek is élni szeretne. Nem tudnak olyan érvet hozni, hogy azt a területet, ami most egy árok, az aljába egyszer volt személygyűjtés, utána szép volt. Ma azóta megint derékig áll a szemét, mert gondolom nem csak a telkesek hordják fel oda a holmit. Most, hogyha ezeket betöltenék, akkor már is meg lenne a lehetőség arra, hogy a helyén például egy akár 12 méter széles utat is kialakítanának. Na,
Köszönjük szépen. Sok olyan problémát vetett föl, amivel mi is tisztában vagyunk. Az árkokkal nem, nagyon nem egyszerű a helyzet, sőt egyszer meg is akarták büntetni a műszaki gyosztát, mert egy árkot rendbe tettünk, és szépen kialakítottuk itt nem messze. Úgyhogy, hogy is mondjam, nagyon kell ám vigyázni, hogyha az ember árkot akar rendbe tenni. Valamelyik nap fölkerestek a közterületek, hogy a Kővilág utcát egyirányosítani akarják. Mi már ezt régen kedvezményeztük a képviselők keresztül, de megkérdezték a Zibolyát, a Nácit, a Pipast, elhalt az így. Most állítólag a sportpályára sportcsarnokot akarnak építeni. Van erről tudomása valakinek? Mert a fiatalember ott volt múlt héten két kivitelezővel, és azt mondta, hogy a fotballpálya felett a játszótérre, oda egy konditermet fognak építeni, és azért mentem oda, mert tanakodtak ott, hogy ez föltöltött terület be tud menni 40 tonnás kocsi. Szóval először a forgalmat kéne meg, mert Budaörsön a Keskeny utcák mindenhol fölmerülnek. Kővilág is 5 méter. Most azt akarják elérni, hogy az Őszi Rózsa felől Ibolya fele menjenek föl. Ez mind a kettő aszfaltos. Elméletileg jobb kész szabály van, de fönt 15%-os emelkedő van. Ott két kerítés már kidöntöttek. Nekünk az lenne a kérdésünk, hogy azt a 7 tulajdonos kérdezzék meg, aki csak a Kővilágban lakik, ne a többit. És akkor föntről lefele jöjjenek. Lefele, a másik nagyon fontos, a Kültnek van ott egy parkolója. Kült parkoló. Miért van annak elsőbsége, mikor Zsák utcából jön ki? Ezt magyarázza meg nekem valaki. Mi van neki? Elsőbség. Van tábla. Persze, hogy van tábla, hogy Zsák utca. És de a Kővilágban kiadtak egy stop táblát. Hát a Zsák utcából jön ki valaki, nem lehet elsőbsége. Szóval itt lakosgatják a táblát, és senki nem tud róla. A másik meg ott csináltak egy víznyelőt. Csináltak egy víznyelőt. Itt van állítólag egy szakértő ember, aki ért hozzá. A Kült felől, ami jön le víz. Csináltak egy terelővájút. Miért kerül ki az a víz? Kérdésem, hogy miért nem oda folyik be, ahogy kiépítették? Miért megy el mellette a víz? Hát már rosszul építették ki. És ki veszi át ezt a munkát? Műszaki osztály. Hát náluk is csináltak 15 centit lejt egyik oldalra, és a patka és a rács között van 15 centi. Elfolyik mellette a víz. A másik 2,5 méteres rács fölösleges. Ez is a műszaki... Én nem tudom, átvesznek valami munkát, kifizetik. Most építettek ott egy csomó lakásot. Őszi Rózsa 50 valamennyi. 6 darab társasházat csináltak, 4 lakásosat. Meg kell nézni, azért javasolom a Kővilágot, hogy Ibolyától lefele menjen, és ezt a víznyelőt, ahol nagy teherautók is forgolódnak, az bontsák el, vagy csináljanak vele valamit, mert fölakadnak rajta a kocsik. Csak ennyi lenne a kérdés. Ja, meg még egy. Hoztam egy alkatrészt. Ott a játszótér este be kéne zárni. Reggel ki kéne nyitni. Ezért ti fizettek, ugye? Igen. Vasárnap már nem tudtam, 30-án már megmondtam, hogy rugdossák a gyerekeket a kaput, meg átmásznak, meg felakadnak a drótra. Kimentem, és szétszedtem. Elhoztam, hogy ne legyen leltár hiány, és akkor ellenőrizzétek azt, időben becsukják a kaput, és nyissák ki. Már 10 napja a kapu állandóan nyitva van. Tessék, kinek adjam oda. Köszönjük, hogy visszahoztad. Mihály, nem tudom, hogy a felvetésekre reagálsz. Parancsolj. A csavart megköszönjük. Köszönöm szépen.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy pár félreértést akkor szeretnénk tisztázni. A Kővérág utcát, egyirányosítását nem mi szeretnénk, hanem lakossági kérés volt. Megkeresték a képviselőt, a területi képviselőt, aki közvetítette felénk, és mi egy kérdőívet küldtünk ki, hogy egyetért-e ezzel a lakosság. Igen, azt a 7 családot fogjuk megkérdezni, akik ott élnek. Azt, hogy fentről, Zibai utcáról, az Őszi Rózsa felé, vagy fordítva, ezen még ilyen döntés nem született. Ha egyirányosítással egyetértenek, akkor megvizsgáljuk természetesen, hogy melyik a szerencsésebb. Azért javasoltuk mi az Zibai utcáról pontosan, mert a kürt parkolóját ugye így lehet megközelíteni most jelen pillanatban, hogy az Zibai utca, Kővirág utca és az Őszi Rózsa zsák szakasza, amelyik egyébként Őszi Rózsa, és ezért van kinn, az Őszi Rózsa utca elsőbséget van, az összes többi utcánál elsőbsége van, tehát ezért van a stop tábla. Az, hogy valami zsák utcába végződik, az nem jelenti azt, hogy nem lehet ilyen elsőbsége adott esetben. Tehát a kürt parkolóját csak így lehet megközelíteni, és az, amiről panaszkodtak, hogy reggeli órákban iszonyú nagy a forgalom, akkor ha az Zibai utcától lefelé egyirányú, akkor ez a forgalom nem fog változni. Akkor a kürt parkolójában mindenki ugyanígy fog lejönni a Kővirág utcából. Ha ellentétes irányú az egyirányosítás, akkor értelemszerűen kénytelen lemenni az Árok utcán és az Őszi Rózsán vissza, hogy a parkolóját elfoglalja, tehát akkor a jelentősen csökken a terhelése a Kővirág utcának. De igazából mi a másik oldalra is nyitottak vagyunk, de akkor tudomásul kell venni, hogy a kürtnek a parkolójának a forgalma továbbra is az Önök utcájába fog zajlani. Igen, de ez volt a panasz, és ezt kérték, hogy ne így legyen. És ezért javasoltuk mi ezt. Jó, megnézzük a víznyelőt, természetesen most nem tudom, ha ez így van, és nem kételkedem, hogy így van, akkor azonnal intézkedni is fogunk ebben a tekintetben. Egy nagyon fontos félreértés még, hogy nem csarnok épül, vagy valami, hanem egy kültéri fitness park, ami nagyon komoly, a Herman iskola sportodvarán létesítettünk egy ilyet, és a lakosság nagyon szereti, és igényként merül fel, hogy legyen a városban több ilyen. Így a Uszodánál, az Uszoda szabad területén, sportcsarnok szabad területén is létesült egy ilyen, és most egy pályázati lehetőséggel a szabadidőparkban is létesül egy ilyen, tehát ez nem csarnok, nem ilyen, hanem egyszerűen 6-8 ilyen kültéri fitness gép gyerekeknek, felnőtteknek, ami szerintem abszolút jó szolgálatot tesz a szabadidőparkba levő embereknek, gyerekeknek. Nem tudja megvédeni magát a polgármester úr, és a felső határúti hölgy is elment, és a Farkaséti úti úr is elment. Azt kell mondanom, hogy polgármester úr vétlen ebben a dologban. A Farkasréti út terhelését az okozza, hogy a 11. kerületi önkormányzat nem túl jó városgazda módjára az egész Madárhegyet átengedte a befektetőknek, és olyan szinterületi sűrűség és olyan nagy lakásszámú épületek fognak épülni, amelyek a mostanihoz képest is több ezer. Van, amiben egyetértünk, ha szakmai alapon van a dolog. Tehát ez olyan terhelést fog róni a Farkasréti útra, hogy belegárgyulnak. A felső határúttal is meg akarom védeni. Nem vagyok kaszkadőr, hogy lemerjek menni a felső határúton, mert az 30%-os. Tehát mondhatom a hölgynek, aki most elment, hogy Frankhegyről a felső határúton frankhegyi lakos kocsival egyszer fog csak lemenni. Annak olyan hírértéke lesz, hogy soha többet senki nem fog arra lemenni, tehát nem fogjuk terhelni azt a drága tulajdonost, aki önkormányzati pénzen, szinte ingyen, vagy legfeljebb 270 ezer forintos hozzájárulás fizetése mellett megkapta a csatornát, és minket továbbra is el akar lehetetleníteni abban, hogy teljes önerőből megépítsük nem önkormányzati pénzből a csatornát. Ez a két dolog azért szorult védelemre, polgármester úr, mert nagyon jól rámutat arra, hogy nem érdemes gyűjtőutakban gondolkodni, mert ahol széles utak jönnek, ott forgalom is lesz. És utána mindenféle forgalomkorlátozó eszközt kell bevezetnünk, ugye itt nem lehet rakni fekvőrendőröket, csak útkeresztszelvény csökkentésekkel lehet élni, tehát nem szerencsés Frankhegyre is gyűjtőutakat tervezni, mert akkor megindul a Madárhegyi Sisere had egésze át Budörsön keresztül, tehát ezért lenne fontos,
hogy a nevezzük Csiki hegyek méreteket tartsuk Frankhegyen is, és mint látja, békejobbot nyújtunk, mi nem akarjuk megosztani Frankhegyet, nem akarunk mozaik egyet, nem akarunk külön Frankhegyet, mi úgy fogunk tárgyalni, hogy Frankhegy. És a tudásunkat ennek fogjuk alávetni, hogy Frankhegy egésze ugyanolyan jogokat és ugyanolyan előnyöket élvezen. Mi ebben a békéltető tárgyalásban azt szeretnénk, hogy mint minden békéltető tárgyalásban mindkét fél nyertes legyen. De ehhez nekünk is nyernünk kell. Nagyon örülök, hogy a prezentációban a szép és eredményes dolgok mellett részesültünk a gondokból is. Hát ennek a súlyát én is érzem, de nem az én dolgom, hogy ezt megoldjam. De minden esetre nyomasztó lehet azoknak a számára, akik hát a városért dolgoznak és tevékenykednek napról napra. Én egy kis energiát szeretnék kérni. Egy kis energiát szeretnék kérni. Oda föntről? És igen, oda föntről. Én úgy érzem, hogy kell szólnunk néhány dolgot a vallások kapcsolatban is, és pedig nagyon pozitív dolog történt a II. Vatikáni Zsinat egyik kezdeményezése alapján, amelyek az egyházak közötti jobb együttműködés is célozta, és ennek szellemében II. János Pál pápánk pápasága kezdetén felkereste a római zsinagógában főrabbit és látogatást tett nála. Ez egy 1500 éves úgymond intervallumot szakított meg, és pozitív irányba viszi a dolgokat. A bevezető mondata az volt, hogy a zsidó vallás a katolikus egyház nővére. Ezzel azt érzékeltette a pápa, hogy a vallás története is beleillik az egyetemes emberi történetbe. Az Árpád-kor közepén 1250-ben már állt egy a mostani katolikus templom helyén egy kápolna, egy királyi kápolna, és hát azóta, ahogy említettük, a kis patakunkon, a hosszúréti patakon is sok víz lefolyt már, úgyhogy jelenleg más egyházak templomai is vannak a városban. Ezzel rendelkeznek a reformátusok és az evangélikusok, épülőfélben, ja, és a Jehovista gyülekezetnek is van a Árok utca, Baros utca sarkán temploma, és épülőfélben van a görögkatolikus egyháztemplom, itt a Puskás Szivadar utca elején. Igen, remélem, hogy az a gyülekezet is majd templomba fog gazdagodni. Ez a sokféle istenháza nem azt jelenti, hogy ilyen sokféle isten van itt, hanem a különböző utakat jellemzi, amivel ezek a vallások Istenhez közelítenek. Én úgy érzem, hogy ezen a részen most kiemelve tényleg az evangélikusokat és a görögkatolikusokat, több településről gyűjtik össze ide híveiket, tehát mondhatjuk egy kicsit, hogy egy vallási szempontból már Budaörsi járásközpont. Én úgy érzem, hogy elhangzott ez polgári és civil formában is, az, hogy a városvezetők gondosan tanulmányozzák, hogy milyen lépéseket lehet tenni az érdekében, hogy Budaörs ismét járásközpont legyen. Én úgy érzem, hogy ezt meg kellene támogatni, hogy a lakosság részére is biztosítani kellene népszavazást ez ügyben. Azt is tudom, hogy ez anyagilag megint egy jelentős dolog lenne, amit külön nem szabad megrendezni, hanem a jövő évi önkormányzati választásokhoz csatolva lehetne megkérdezni Budaörs lakosságát, hogy véleményt nyilváníthasson azért, hogy Budaörs ismét város lehessen. Bocsánat, hogy rögtön válaszolok, az már késő lenne. Előbb kell kezdeményezni meghatározott, nem tudom fejből megmondani, hogy mennyivel az önkormányzati választások előtt lehet kezdeményezni ezt, és egyébként pedig én azt gondolom, hogy nincs, tehát az, amit én érzékelek a budaörsi közvélemény kutatásokból 100%-ig meg vagyok arról győződve. Nem fogom azt mondani, amit a kormány szokott mondani, hogy erre kaptunk felhatalmazást, de abban biztos vagyok, hogy a budaörsieket, ha megkérdezzük, hogy szeretnék-e helyben intézni a helyi ügyeiket, és hogy Budaörs legyen járásközpont, hát a 90%-ot jelentősen meghaladó bármilyen politikai hozzá vagy hovatartozástól függetlenül lenne a válasz az, hogy természetesen igen.
Tehát nem kell ezért pénzt kidobni az ablakon, viszont késő lenne az önkormányzati választás. Én nem tudom, hát az körülbelül egy évre lesz, hát nem tudom, ez a kezdeményezés nem lehet, mit tudom én úgy mondani, hogy ez nem lehet, már lejárt de dolog értem, lenne. De nem lehet, tehát a törvény leírja, hogy, vagy nem tudom melyik jogszabály hely, világosan rögzítő, hogy mennyivel az önkormányzati választás előtt lehet ezt kezdeményezni. És együtt nem lehetne ezt megrendezni? Az ezt összevesz. Próbálom elmondani, hogy nem. Igen, igen, elnézést kérek, akkor igen. Én ezzel most teljesen megakadtam. Szeretnék akkor egy másik témára kitérni. Az első komoly munkát Hauser József, néhai Hauser József volt iskolaigazgató, tette le Budaörsi krónikájában, amivel feldolgozta a település múltját, és többek között, hát lévén ő is német származású, kitért el is a betelepülés körülményeire, és ugyan Gróf Berzsenyi Zsuzsanna 1721-ben szerződött a betelepülő budaörsiekkel, de gyakorlatilag már tényszerűen ez megtörtént pont 300 éve már 1718-ban. Tehát ennek a 300. évét éljük most. Ennek kapcsán még szeretném azt mondani, hogy a város jó kapcsolatokat ápol Bretfelddel, és hát ennek egyik kezdeményezője volt Jósz József úr, akit hát nem tudom, tényleg már nagyon szerény személyem javasolt is, hogy díszpolgári címet kaphasson tevékenységért, mert ezen túl is sokat tett a városért, nem csak a város német lakosságáért, hanem úgy érzem, hogy visszautalva erre a különleges kapcsolatteremtésre is, neki érdemei vannak ezen a területen is. Azután megint évfordulós alkalmak van. Budaörs a lakossága is meghozta az áldozatot ugyanúgy, mint a magyar települések 1918-ra, amikor befejeződött a nagyháború, az első világháború. A templomkertben lévő hősi emlékművön majdnem 300 katonafférfi neve van felsorolva, aki életét adta a hazáért. A sporttal is sokféle hozzászólás is történt. Én megint csak ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy a fiatalság, a jövő, a fiatalsági, a sportolás is, és hát egy nagyon alapos kiadványban Borhegyi Éva újságírónő jelentette meg a Budaörsi Napló gondozásába ezt az összefoglalót, amiben a szülők számára segítséget nyújt, hogy hát gyereküknek a sportolási lehetőséget megválasztassák, természetesen utal az elért eredményekre is, hiszen több sportágban van budaörsi ifjúsági bajnok is. Azután még egy téma van, biztos az örökös téma, amiért ismét szót emelnék, ez pedig lenne az utánknak a névváltoztatása. Ez földrajzi alapon indokolva erről a fölöttünk lévő hegyről van szó, az Írnokhegyről, a Schreiberbergről, úgyhogy mivel már Budaörsön legalább 8 ilyen kisebb hegynek egy vagy esetlegesen számos utca viseli a nevét, én úgy érzem, hogy hát ez nem egy olyan különleges kérés is, amit nem lehetne megoldani. Ráadásul 96-os térkép, 96-os adatokat rögzítő térképben is úgy van, hogy a lakott rész fölötti részt nevezték el sajnos valamikor anno az Átkosba, de ez egyáltalán nem politikai jellegű meghatározás ebből vonatkozásból. Tévesen nevezték el ezt Kőhalunnak. Ez semmi, én a csekélyke kis konyhai német tudásom mellett is garantálom önöknek, hogy semmi köze Kőhalunnak a Szerdes Reiberberg megnevezéssel. Én szeretném azt is megkérdezni egyébként jelenlegi kiváló képviselőnünk, Pakó Krisztina, a munkáját egyébként én csak távolról tudom figyelemmel kísérni a írott médiumokban, mert hát most már ennek is, ez a médiumok is már elektronikus változatban, bővebb terjedelemben vannak, de amit én ebből le tudtam szűrni az ő több éves munkássága alapján, hogy egy bátor és igazán
megalapozott véleményt kifejtő képviselőnőről van szó, akit esetleg csoda folytán még az is lehetséges lenne, mint egy harmadik alpolgármester is szerepelhetne a jövőben. Én nem tudom, megint csak egy ilyen ideális elképzelés. Egyébként, ahogy szokják mondani, hogy a hölgyek sok mindenre oda tudnak figyelni, és azt hiszem, hogy most a Kisfaludy utca meg környékének is ez a úgymond igazán nagy szabású munkálatai, amit folynak, igénybe veszik. De egyszer mégis ideje lenne akkor, hogyha szépen itt a Mária völgyben, a Szúzmara utca oldalán, és a, hát az Engő utca egy szakaszán fölérkezne oda, mint a mostani ezért, már hadd mondjam, elátkozott Kőhalom utca kezdődik, és hosszan beépítetlen részt van, ahol még máig is vikendtelkek vannak, úgyhogy szeretném, hogyha meggyőződne arról, hogy tényleg egy megalapozott kérést ismételek már évek óta. Annyit szeretnék mondani a utcanév változtatással kapcsolatban, mert ma olvastam egy újságcikket, amit azért sajnálok, mert hogyha megkerestek volna minket, akkor lehet, hogy ott is megjelenhetett volna ez, de nem baj, hogy mi minden egyes olyan névváltoztatási javaslat kapcsán, ami fölmerül, megkeressük az adott utcában élőket, és nem fogjuk a ő ellenükre megváltoztatni természetesen az utca nevet, mert hát bár itt azt mondták, hogy nem vagyok elég liberális, ebben lehet, hogy mégiscsak azok vagyunk. Tehát nem hiszem, hogy az helyes, hogyha egy adott közösség, amelyik egy adott utcában él, szándékai ellenében teszünk ilyet. Azt, hogy ezt a névváltoztatást nagyon régen már egyszer megpróbáltuk megkérdezni, nem kapott támogatást, ez nem jelenti azt, hogy nem keressük meg még egyszer az adott utcát, hát ha azóta megváltozott a véleményük, de azt tényleg szeretném mondani, hogy mint ahogy intézményvezető vagy bármilyen pályázat kapcsán mindig kikérjük az érintettek véleményét, és nem emlékszem olyanra, amióta én itt vagyok, hogy azzal ellentétes döntés egyszer volt, de azt a másik többség erőszakolta ki, hamar lett is változás ott abban a döntésben. Nincs, ne haragudjon, van egy szabály, nem beszélgettünk, tudomásul vettük a javaslatot, és elfogad, tehát meg fogjuk ezeket vizsgálni, amik elhangzottak. Én a Kisfaludy utcával építéssel kapcsolatban szeretnék pár kérdést feltenni, a lehetséges. Az milyen építés? Mire út. Ja, út. Csatornaépítés. Ja, jó, mert azt hittem, hogy valami építkezés, házépítés. Nem, csatornaépítéssel kapcsolatosan. Most elég nagy forgalomelterelés van. Igen. Most a Kálvária utcából a végét egyirányosították a Szökőkútnál. A másik végén valaki a behajtani tilos táblát elhajlította, vagy leszereli. De jó. És nem beszélve arról, hogy egy fölmaradt, hogy az aszfaltnak a helyét meghagyták, ilyen meg az ember kerüli autóval. Tegnap előtt majdnem garamboloztam. Mert szemből bejöttek, mert a tábla nem volt ott. Hogy erre esetleg a műszaki vezető, az ottani műszaki vezető. Mik a kérdések, mint a műszaki hogy ezzel kapcsolatosan, hogy mit lehetne megoldani. A másik, most a Mária völgyből lejövő forgalom a Maros közön megy be, ami egyedleg egysávos. Most ott megtiltották a parkolást a Maros közben. De úgy, hogy senki ottani lakóknak nem szólt senki. Fölrakták a táblát olyan magasra, a megállítós táblát, aki a Kossuth-Lajos utcába jön az egészségház felül, jobbra könyörödő kis hívben, nem látta. Ugye a figyeljünk a gyerekekre, mert rollerrel, biciklivel, mindennel közlekednek, gyalogosok az út közepén, mert a járnán az szúrja a talpukat. Olyan magasra fölötték azt a megállítós táblát, hogy nem láttuk. Erre héten belül kijött a rendőrség, figyelmeztettek csak, hogy figyeljünk oda. A környező utcákban mindenhol ki van helyezve a megállítós tábla. A Kisfaludy utcában nem lehet most parkolni. Hol álljunk meg? Hol parkoljunk? Mert a környéken sehol nem lehet. Van, aki egész nap otthon van, mivel hogy nyugdíjas, beteg, nem tud két óránként lemenni a főútra és az órát átállítani. Hogy ezt szeretném megkérdezni. És a másik, hogy a Maros köznek a esetleges egyirányosítását teljesen minden melyik irányban. Erre lehetne esetleg módot találni. A Kisfaludy utca egy nagyon forgalmas gyűjtőút, ami a Máriavölgy utcától és attól északra elő területekről hozza le az autókat. Egy útépítés, egy csatorna rekonstrukció sajnálatos módon olyan
következményekkel jár, hogy le kell zárni az adott szakaszt. Megpróbáljuk mindig félpályás megoldással, hogyha lehetséges, de van, amikor nem lehetséges. És talán nem tudom, hogy rossz vagy jó hír, hogy a csatorna rekonstrukció után tavasszal a Kisfaludy utcába egy teljes útépítés is meg fog történni, csapadékviszállózattal, útszerkezetépítéssel és egy teljes szőnyegezéssel. Tehát tavasszal ismét sajnos az ott lakók, illetve az ezen az úton közlekedők ilyen nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek. A szakmai, az út- és mélyépítési osztály nagyon alaposan és gondosan vizsgálta, hogy hogy lehet terelőutakat kijelölni, hogy le lehessen jönni egyáltalán a környékről. A Kőhegy utcái hát olyanok, amilyennek ismerjük, hogy ezek a 4 méteres, 4,5 méteres a utcák, ahol két autó nagyon nehezen fér el egymás mellett, ha valaki parkol, akkor végképp nem. Csak ezeken az utcákon keresztül tudunk eljutni a Nefelejts utcáig, ahol a Nefelejts utcáról le lehet jönni akkor a Szabadságútra, illetve a Főútra. Ahhoz, hogy ez a terelőútvonal működjön, ahhoz bizony ezeknek az utcáknál a parkolást azt meg kellett tiltani, mert akkor végképp nem lehetett volna lehozni a Máriavölgy utca térségéből a forgalmat. Remélhetőleg, hogy a csatornaépítés nagyon jó ütemben halad. Kicsit barátunk most az időjárás is az elmúlt időszakban, és nagyon hamar vissza tudjuk adni a Kisfaludy utca forgalmát, megnyitjuk, és akkor ezek a nehézségek megszűnnek. Addig nem tudok más mondani, mint türelmet kérünk. A városban több helyen van, a Tököli utcában sajnos ott is teljes útlezárást kellett időszakonként, a Tűzkölgyi utcába, szintén ilyen problémával, a Fodos utcába. Tehát bizonyos értelemben jó, mert megújulnak a város közútjai, csatornahálózata, de ez bizony ilyen nehézségekkel jár, úgyhogy én türelmet kérek mindenkitől ebben a tekintetben. Köszönöm mindenkinek a jelenlétet, az aktív részvételt, az észrevételeket is, pozitív hozzáállásokat és a kritikákat, és mindenkinek további szép estét.